Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Egy nagyon érdekes témára bukkantunk, ami egyfajta kísérlet is lehet, és el is végezzük ezt a kísérletet, ugyanis egy nagyon helyes történetet találtunk, ahogy mondtam már az előbb is, ami arról szól, hogy önfejlesztő tanfolyamon arra kértek az önfejlesztő tanfolyamon résztvevő embereket, hogy küldjék el a párjuknak azt az egy bizonyos szót, amit nagyon ritkán mondanak, és nézzék meg, hogy a beérkező válasz az mennyire veszi komolyan azt az üzenetet, amit elküldtek. Mert hogy ezen az önfejlesztő tanfolyamon ugye sokszor említik azt, hogy az ember kevésszer mondja ki az érzelmeit, meg a hosszú távú párkapcsolatban élsz, akkor már nem jelzed a feleségednek, a férjednek, hogy mit érzel iránta, mert természetesnek veszed, hogy ő is tudja, te is tudod, ahogy szokták mondani, majd ha változik, akkor szólsz, ugye? Igen. Hát vagy már elmúlt, ugye? Vagy már elmúlt, és nem mondja már az ember, vagy nincs miért mondani. És ez a tanfolyam azt szerette volna bebizonyítani, hogy milyen érdekes reakciókat vált ki emberekből az, ha egyszer csak kapnak a párjuktól egy olyan üzenetet, amit valószínűleg nem kaptak meg évek óta, de nem csak üzenet formájában, hanem verbálisan sem bújtak oda hozzá, és mondták, suttogták a fülébe, vagy küldték el neki üzenetben. Ez pedig, ugye maga az volt, az a szócska volt, hogy szeretlek, szeretlek édesem, nagyon szeretlek. Ezt kérték meg, elsősorban nőket, hogy küldjék el a párjuknak, hogy nézzék meg, hogy mit reagál. Mit mond, mit ír vissza, mi a reakció, meglepődnek, válaszolnak, mikor válaszolnak, mennyi idő telik el az üzenet küldése és a válasz között, és egészen elképesztő üzenetek jöttek egyébként visszafelé. Hát csak úgy jöttek, az én is szeretlek. Aha, igen, meg a legalább te. Igen. Na, ki hogy látja, ugye? Másnak. Igen, mert szeretik volna ezen az önfejlesztő tanfolyamon elmondani a nőknek és a férfiaknak, hogy milyen fontos lenne az, hogy mindenki kifejezze az érzelmeit, és már jött is. Már megjött. Nem mi van. Nekem nem jött üzenetem. Jut eszembe, szeretlek. Nem, valami poár csöröpölés volt itt. És hát egészen hihetetlen üzenetek jöttek, de most nem is az a lényeg, hogy ezen a tanfolyamon milyen válaszokat kaptak a hölgyek, illetve urak, több számban egyébként inkább hölgyek, hanem ha már ez egy kísérlet volt, ezt mi is meg tudjuk csinálni, csak azon gondolkozom, hogy a párjuknak küldjék el az emberek ezt az üzenetet, vagy valakinek, akiről ők úgy gondolják, hogy meglephetik ezzel az üzenetet. Tehát egymás párjának. Igen. Elküldöm a békának. Nem, gondolok én itt kollégára, gondolok én itt főnökre, gondolok itt olyan kollégára, akivel te nagyon ritkán beszélsz, hogy mi a tipikus reakció, de leginkább egyébként lehet, hogy ezt jó, ha párkapcsolatra hagyatkozva. A főnök azért izgalmas. Igen, de a főnök valószínű, valójában tényleg félreérti. Még nem ismerjük egymást, a csinál belőle. Az új főnök már. Nem vagyunk még olyan viszont. Igen, az a főnök az már régi. Ha érted. Igen, nem biztos, hogy ezt most így azonnal el tudnám küldeni, mert érdekes válaszok jönnének. Szóval, hogy megcsináljuk ezt a kísérletet. Meg. Legyen ez inkább párkapcsolat? Legyen akkor inkább párkapcsolat. Jó, párkapcsolat. Basszus. Mi van? Nem tudod a Móni számát. Nem, csak megkerestem a Lajosét. De melyik? S. Lajosét, vagy B. Lajosét? D. Nagy Lajosét. Igen, Boros Lajos. Na, ti mikor mondtátok, vagy küldtétek utoljára? Tessék, lehet nagyokat hazudni. Na, tessék, most jöhetnek a nagyon nagy bődületes hazugságok. Tegnap este 6-szor, ma reggel 4-szer. Nálam megvan állítva, mielőtt a 2-szer automatikus üzenet. Szundiba. Szundi jelez, hogy most kell elmondani. Mikor adtátok a párotok tudtára utoljára? Szóban, verbálisan, simogatással, üzenetben, bárhogy, amit éreztek iránta. Most, ha tudtok nyilván bizonyítékot mutatni, akkor könnyebben elhiszem. Na. Mind a ketten elkezdtétek böngészni a telefonotokat. Ezek szerint van? Igen. Aha. Tényleg? Igen. Na, mit találtál? Tessék, szia, szeretlek. Így kell, a zöld, második zöld, ott van. Akinek elküldted a sonkás. Aha, szól a kedvenc hentesed. De miért azt mondtuk, hogy kinek kell? Az nem, azt igazából nem. Ha majd küldjük, akkor küldjük a párunkat. De én jó, ha most elküldted a kedvenc sonkásodat. Köszönöm a felsálakat. Köszönöm a gyönyörű húsvéti ajándékokat. Az egész család nagyon, nagyon élvezte. Hát csak mondom, szép érzelmes szerintem. Olyan, tehát, hogy bensőség. Édesanyja, majd figyelmeztes, hogy nézzünk rá az aranyra, mert szerintem érdemes lesz eladni. Nagyon fontos. A válasz kaki.
Nagyon jó. Na. Vadon család tőzsdézik, bizniszel, aranyja. Kaki, érzelem, kaki. A kaki az rejtjeles. Kaki. Ugye? De ahogy ő írja, azt én már láttam egyszer. Tehát, hogy annyi van abban az egyetlen kakiban, ez abban a két szótakban. Hanem ez... Az egy kaki. A kaki. Hát az... Na, ha nála a kaki jelenti azt, hogy szeretlek, akkor mi van? Hát akkor nem. Igen, nem kérdezek többen. Én az a baj, hogy mindig híradó közben szoktam simogatni, meg oda menni hozzá kedveskedni, és ezért rohadtul szavarja, hogy... De miért fölidegesíti magát a híradón, és akkor kell megnyugtatni? Nem. Ja. Én valahogy mindig észreveszem, hogy nem figyel rám olyankor. Tehát, hogy akkor nem tudom így, akkor nagyon nehéz lekötni a figyelmét, és akkor így oda megyek, és akkor hozzábújok, megsimogatom, megpuszilgatom, stb. És egy picit szórakoztat az, hogy ez mennyire irritál abban a pillanatban. Ennyire rám akadtam a híradóra? Imádja, persze. Na, drága hallgatók, nézzük meg akkor, hogy mi a válasz, jó? Küldjetek el ezt az üzenetet most teljesen váratlanul a párotoknak, férjeteknek, feleségeteknek, és küldjetek el a visszaküldött választ, vagyis azt, hogy mit írt rá. Viszonozta ő is, meglepődött, nem értette, számon kért, azt mi van rohadék, megcsaltál, című SMS-t kaptatok vissza. Tehát küldjetek el, hogy mi volt az üzenet. Mi a válasz üzenet, jó? Annyit, hogy szeretlek, drágám, szeretlek, édesem. Mindegy, hogy most nő küldi pasinak, vagy pasi nőnek, a viszontreakciók, vagy válaszreakciók érdekelnek benneket. Igen, akkor izgalmas, ha nagyon régen nem mondtad, ugye? Uh-huh. Tehát, ha egyébként te naponta ilyen útyűrik is vagy, akkor nem izgalmas. Hát akkor nyilván örülni fog. Akkor nem, igen, de akkor is elküldheted, de ha tényleg az a jobb, ha nagyon régen mondtátok, illetve ha váratlan a reakció nyilván, mert akkor nem tud vele a partner mit kezdeni. Hát én a mi virágnyelvünkön akkor elküldöm neki egy kaki. Nálatok ez. Figyelj, hát mindenkinek van egy ilyen saját azt majd elmeséled, hogy alakult ki a kaki, mert most már ez engem viszont érdekelne. Ne. Ez szerintem egyébként az SMS-ezgetésből lett. Abból, hogy vannak ezek a mindenféle kis ábrák, amit az SMS-eknek a végére oda tudsz tenni. Aha. És volt a virágnak egy olyan időszaka, amikor ugye felfedezte a kis emblémák között, és sok smiley-ek között egy ilyen ábrát, ami egy kis kupac kis kakikát ábrázol. És akkor hát pici gyerek volt, és akkor ez így nagyon bejött neki, hogy kaki, és akkor elküldte 20-tal, és akkor én elküldtem 25-ször, akkor ő elküldte 30-ször, és akkor hát ez mennyire funny. És akkor innentől kezdve gyakorlatilag egy bensőség, egymásra néző. Kaki. És megöleljük egymást. Az a lényeg, hogy legyen egy közös nyelv, amit hívezik. Egy hatalmas szex, igen. Na, drága hallgatók, küldjetek el. Jó? Szeretlek, drágám, szeretlek, édesem. Vagy csak ennyi, hogy szeretlek, és küldjetek el, hogy mit kaptatok válaszban. Jó? Azt az SMS-t küldjetek tovább nekünk. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva. Dzsuzsák Balázs jön hozzánk 9 óra után. Ő lesz a vendégünk, Dzsuzsi. És nagyon várjuk. Igen. Alá fogja írni azt az MS-mest. Így van. Amit nem fogunk majd kisorsolni. Tegnap volt ugye egy játék a Facebookos oldalunk. Egyébként most is zajlik még, tehát nyugodtan írjatok, már több ezeren írtak be, de most bejön, és a kézjegyével fogja majd el. És utána tényleg odaadjuk valakinek. De most már ez tényleg? Így van. Aki eléri Dzsuzsit, ha nekünk is van hozzá számunk, csak igen, nem akarjuk zavarni. Szülők, barátok, nagyszülők. Álljon meg egy benzinkúton egyenigyon. Így van. És nagyon fontos, hogy menjen el vécére. Nem akarja látni, hogy ebben az épületben milyen állapotok vannak. Jó, Dzsuzsi, bárhol vagy pisi. Jó. Ne gyere, itt ne menj el. Hogy mi veled vagyunk. Jót akarunk. Ha jó? Érzed, egy és egyél is így áll is, mert nem sok mindent tudunk adni. Szerintünk nyugodtan erőlködj. Meg, jobban megéri, mint egy tűz. Állj meg valahogy benzinkúton. Ne várj meg a 10 órát itt. Vegyél vizet, hozzá ropit, menj el budira. Jó? A biztonság kedvéért, tényleg. Ennyi. Ezeket tudjuk elmondani, ez itteni. Mi is meg tudunk kínálni ezzel azzal, de ne akart. Igen. Hát ropink van, az beletettük egy pohárba, csak rájött is, hogy az a pohár nem volt elmosva egy hónapja. Most hát, ha lesz még vendégünk a héten. Igen, megmutattad azt a poharat, mondtam, vegyünk ki a ropit belőle, ilyen pohárban ne kínáljunk. Én nem láttam át a poháron. Igen. Szóval, hogy Dzsuzsi, jó, ha jót akarsz, én naponta bejárok a budira. Nem, már úgy értem, hogy nem miattam nézik ki, de hogy tudom, mi van. Menj el budira. Nincs gond. De, jó? Ha mégsem tudnál elmenni, akkor viszont a nőibe. Bár. Jó? Nyugodtan kopogtass be, mi is oda járunk. Ezért nem menjen oda se, szerintem. Ja. Viszont a megszólás után mindenképpen menjünk ki fel, és rázzuk meg egy picit a kávéautomatát, jó, hogy legyen benne elég. Fölkavarodjon az alja. Egy kicsit az oldaláról lejöjjön, és akkor az alján legyen. Na, egy nagyon érdekes kísérletet végzünk.
Ugye egy, hát egy ilyen személyiségfejlesztő tréningen kiderült, hogy bizony a párok keveset mondják egymásnak, hogy szeretlek, és keveset mondják, keveset beszélnek a saját érzelmeikről, ezért arra kérték a tanfolyamon résztvevő nőket, hogy küldjék el a párjuknak azt az üzenetet, hogy szeretlek, és nézzék meg, hogy a párok egyébként mit reagál. Mi kértük, ha mit reagálnak a párok ilyen. Kértük hallgatóinkat, hogy ők is küldjék el, és írják meg nekünk a válaszreakciót, vagyis azt, hogy az ő szerelmük, pasiuk, feleségük, ugye, mert nem csak nőket kértünk, hanem férfiakat is, mit reagált arra az üzenetre, amikor teljesen váratlanul. Az is lehet, hogy akár tényleg évek után újra kapott egy üzenetet, ami arról szólt, hogy szeretlek, édesem. Hát a reakciók azok egészen fantasztikusak. Egészen fantasztikusak, és nagyjából erre számítottunk, hogy ilyenek lesznek. Vannak visszafogottak, és kevésbé visszafogottak. Elküldtem szeretlek, a válasz visszajött, én is szeretlek, de miért írtad? Ez még egyébként teljesen normális. Igen. Mondtam neki szeretlek, erről elküldte válaszban, én is, egyébként mi az ebéd? Andi Györgön. Lemondó. Elküldtem a szeretleket, válasz SMS-re, mennyit buktál, tip mixem. Nagyon szeretem ezt is. Elküldtem a szeretleket, a válasz, én is őket hallgatom, te majom. Attila. Attila küldte nekünk. Igen. Aztán... a szeretlek SMS-re az első reakció, Klassz FM-et hallgatsz, írja nekünk egy másik hallgató. Az én feleségem nem tud SMS-t írni, 20 éve vagyunk házasok, ez Pafi küldte nekünk. Szeretlek édesemet küldtem, hogy kértétek, már korán reggel részek, vagy te hülye? Írja Zsolti. Az én férjem nem írt vissza, sajnálja a pénzt SMS-re. Elküldtem a feleségemnek, mire jött a válasz, ez félrement. Azt mondja, hogy pár napja vagyunk együtt, egy diszkóbaleset történt, azóta nem is találkoztunk, elküldtem neki, hogy szeretlek, mire a válasz, ki vagy és mit akarsz. Megjegyzett. Niki elküldte a párjának, hogy szeretlek, megjött a válasz, mi történt, vagy mi romlott el. Semmi, én is, semmi. Nagyon jó. Azt mondja, a férjem csak ennyit válaszolt. Nem válaszolok, mert beküldöd a Balázsnak. Csodás. Én elküldtem a férjemnek, hogy szeretlek, mire a férjem visszaírt, ne SMS-hez vezetés közben. A gondos férj. Igen. Reakció az üzenetemre a feleségemtől, mert hogy én is elküldtem, amit kértétek, hogy szeretlek. Ez szánalmas, csak felszólításra megy. Tehát akkor a felesége is minket hallgat, igen. Nem válaszolt semmit, azonnal felhívott, hogy mi bajom van. Jött egy másik válasz, kárpedálozni. Én is a Morning Show-t hallgatom. Gyönyörű. Férjem válasza arra az üzenetre, amit kértetek, ez így normális. De miért? Ez így normális. Miért így normális? Igen. Elküldtem a szeretleket, mire jött a válasz, nem mondtad, hogy mit beszéltél a fodrásszal. Kell ma menned? Jézusom. Norvi küldte nekik, hát akkor a csaja nem reagálta túl ezt a dolgot, nem? Hát akkor csoda, hogy nem ír ilyet vissza. Elküldtem a páromnak, szeretlek, siess haza, válaszul, ja. Hát azért van romantika ebben az országban. Nagyon tanulságos az ennek, válaszul, ja. Ki tudja, mi van abban a jaban. És ez Dani küldte, tehát akkor ezt egy lány küldte neki vissza. Ha jól gondolom. Aha. Ja. 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 Az elküldtem a szeretleket, erre visszajött a válasz. Jó, mert 6800 a fodrász. Köszönöm, elküldtem a válasz, Balázsikat hallgatott? Igen. Szabi is elküldte, a válasz megjött. Mi ütött beléd? Se egy szeretlek, se én is, drágám, csak ennyi. Mi ütött beléd? Igen. Vannak durvábbak, elküldtem szeretlek, drágám, visszajött a válasz, én is őket hallgatom, te köcsög. Köcsög? De egy barátilag, ugye? Jól ér. Igen. Három különböző számról kaptam szeretlek üzenetet, és egyik se a pasim. Aha. Ez is egyébként gyönyörű. Igen. Elküldtem neki, ennyi volt a válasz. Hozzánk költözik anyád? Jaj, nagyon. Én elküldtem, amit kértetek, erre csak ennyit írt vissza. Jött is a válasz, én is. De te ki vagy? Szóval azért itt egészen megdöbbentő üzenetek vannak. De nagyon szórakoztató. Igen. Elküldtem a szeretleket, amit kértetek, a válasz csak ennyi volt, már megint mit szeretnél? Ja, egyébként az biztos nem kapod meg. Oh. Elküldtem, ez jött vissza, ezt nekem akartad küldeni? Azért ez milyen kemény, nem? Valószínűleg ez meglepősz, tehát ha évek óta nem kaptál ilyet a párodtól, akkor nyilván meglepősz, de hogy tényleg nincs bennünk annyi, hogy valami jót írjunk vissza erre, hogy rögtön a gyanú van. Ezek szerint igen. Valószínű, hogy a paranoia és a gyanú. Aha. Persze, nem. Hát ha évek óta nem mondták neked, akkor most miért mondja? Akkor erre gondolsz, persze. Igen.
Hát a szeretlekre a férjem válasza annyi nincs 23 év házasság után, ezt nem nagyon értem. Oh. Van, aki azt írt, hogy már megint iszol, ez volt a válasz. Szimpatikus. De az megdöbbentő, hogy a legkevesebben azt küldték, hogy én is, drágám. Aha. Ugye? Tehát, hogy a válasz üzenetekben ez egész egyszerűen nem volt. Nem volt bennem. Viszont fogalmas sincs, hogy Móni mit csinál most, mert ő nem küldött nekem semmit. Ugye, hogy ugye? És kit hallgat? Se egy kakit se. Érted. Nem válaszol? Kaki se. Vagy pedig azóta nyomogatja. Sokan írtak, elküldtem, szeretlek, azóta se jött semmi. Ez fél órával ezelőtt jött ez az üzenet. Elküldtem a feleségemnek, semmi reakció. Körülbelül 20 percet történt, lehet, hogy még nem fogta föl. Jött ez is SMS-ben. Igen, ha nem jön válasz, az a legrosszabb. Főleg, ha látod, hogy elolvasta. Nektek van ilyen beállítás az iPhone-on? Persze. Hogy látod, hogy üzenet elküldve, és ugye elolvasta? Kipipálja, úgyhogy persze. A Samsung nem tud iMessage-et, ugye? Nálatok nincs nagyon ilyen. Te látod, hogy elolvasta, hogy tudtok ilyet? Nem. Szerintem nem. Várjál? Nem akarok nagyon, csak kérdezem, hogy ti tudtok ilyet ott az erős sötét oldalán egyébként, hogy látjátok? Igen. Elküldtem, hogy szeretlek, válasz, utálom a Balázsékat. De akkor hallgatja ő is, hát tudja. Minket legalább annyian hallgatnak azért, mert utálnak akkor bennünket, tudja. És várják, hogy mi a következő mondat, amin idegeskedhetnek. Igen, ez Jancsi küldelek. Figyelj, eddig 95% az 5%-kal szemben. Tehát az 5% a válasz SMS-ek közül az, aki jól reagált erre. Azért itt baj van. Halló. Igen. Nagyon sokan élek a megcsaltál választ. Elképesztő sokan küldik el egyébként, hogy megcsaltál. Mi történt? Megcsaltál. El kell mondanod valamit. Igen. Válasz. Elküldtem, hogy szeretlek, ára válasz. Dögölj meg, két hete összeveszt. Istenem. Azért ez kemény. Szexet akarsz? Igen, és ezt is nagyon sokan írták még, hogy az asszony kicsit paranoiás is arra gyanakodik, hogy este akkor valószínűleg a férfi akar valamit. De mi így működünk, hogy elküldjük előre, hogy értse az asszony, hogy akkor este kéne, hogy legyen valami. Hát ez szomorú magyar valóság. 2-300 esetben, több, cirka 2 millióan hallgatnak minket, akkor ez azt jelenti, hogy a többieknél semmiféle probléma nincsen. Ők rendszeresen elküldik egymásnak, kicsit közhelyszerű is számukra ez a dolog, úgyhogy ott minden rendben van. Itt a 2-300 esetben vannak problémák csak. Jött válasz? De hogy jött? Semmi? Nem, mondanám. Nagyon durvák is vannak. Na most például mire gondolsz? Hogy miért nem ír? Már nem szeret? Mással foglalkozik most reggel? Nem, én mindig mondtam neki, hogy az a telefon az túl drága neki, nem is érti, nem is tudja kezelni. Túl bonyolult az üzenet. Válasz, becsatolni, megírni, bonyolult történet. És még ő akar iPhone-t. Igen, először szokja meg a rosszabbat, nem? Aztán utána majd, ha fölnőtt az okostelefon, akkor megkapja. Akkor megkapja, igen. Megjött a válasz, remélem legalább te leszel a naphallgatója, te szemét. Én valami gyerés legyen. Jó van, hát igen, erre számítottunk. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Hallottátok, hogy megjelenik egy könyv Hillary Clintonról és Bill Clintonról? Sajnos csak Amerikában pedig egyébként nagyon elolvasnám. Egy botránykönyv, ez most nem tesz jót Hillarynek, ahol leírják egyébként, hogy milyen Bill és milyen az Amerikai Egyesült Államok következő elnöke, mert remélem, hogy azért inkább ő lesz, mint Donald Trump. Tehát nem biztos, hogy az atomkódokat az ő kezébe merném adni. Neki átadnám a piros táskát. Ha kockázatok nélkül, hogy meg lehetne őt választani elnöknek, hogy tényleg csak megnézzük, mit az első egy évet, két éve. Hát azért komolyan, tehát egy jó varázsgömb ilyenkor tényleg szükségünk lenne rá, hogy bele tudjunk nézni, hogy ez a csávó mit csinál Amerikával, meg a világgal. Igen. Egy botránykönyv, amit egyébként nem is tudom, hogy tudnak róluk megírni, egy a Fehérházban szolgáló titkosszolgálati dolgozó botránykönyve. Ő ilyenkor már elmegy, és utána írja meg a könyvet? Vagy ez hogy van? Vagy te ott dolgozol, és közben kiadsz egy botránykönyvet? Nyilván azonnak írnak. Biztos, hogy elmész, és megírod. Hát, ha megírhatod egyáltalán? Szerintem, ha nincs titoktartási szerződés, nyilván a közvetlen munkatársakkal van. De lehet, hogy ő egy másodvonalbeli volt, akkor nem írt alá ilyet, akkor elméletileg megírhatod, nyilván per lesz belőle. De azért gondoljatok bele, hogy most zajlik az elnök választás. Igen. Nem jön jókor. És mire bebizonyítod, hogy egy szava se igaz, addigra pont megbuktál. De élő munkaszerződése nem valószínű, hogy nekik kezdenek az írásnak.
Elnök úr, elnök úr, nem sokára megjelenik az új könyv, majd egy dedikált példát becsúsztatok majd az ovális irodának a küszöbe alatt. Igen. Ő azt mondja magáról egyébként, ez az ember, hogy ő a Clinton éra alatt dolgozott a Fehérházban, és annyira meggyűlölte a Clinton házaspárt, hogy ő nem szeretné Hillary Clinton elnöknek. És ezért megírta ezt a könyvet, hogy mindenki rájöjjön, hogy egyébként milyen a hazugság propaganda zajlik a Clinton család házatáján, és kik ők valójában. Én ezt a könyvet nem olvastam, de néhány információt, amit egyébként így a leírásban megosztottak velünk, elmondanám, hogy képzeljük el, hogy zajlott akkor ez valójában a Fehérházban. Még éjjel-nappal zabálták azt a büdös hagymás ruszlit. Hát még csak ezt írta volna. Nem. Ennél sokkal durvább dolgokat állít, és szerintem te nem állíthatsz ilyet, ha ezt nem tudod bizonyítani. Tehát azért ott egy nagyon komoly polgári peres eljárás kaphatsz a nyakadba. Tehát emberünknek valószínűleg van, vagy van bizonyítéka, vagy vannak más társak, akik ezt látták, és tudják állítani, hogy így volt. Hát, vagy van valaki, aki egy nagyobb tőkével megszponzorált a fiatal ember. Vagy megszponzorálták, hogy igen, hogy Donald Trumpot részesítsék előnyben, igen. Na, de hogy milyen a Clinton család valójában, csak egy-két szemelvény a könyvből, amit ugye már lehoztak magyar könyvajánlók is, hogy mit lehet elolvasni. Bill Clintonnak állítólag volt egy kocogó listája, amiben az őt védő titkosszolgálati munkatársak gyűjtötték azon csinos nőknek a neveit, akikre az elnök kocogás közben rámutatott. Vagyis Bill futott. Tehát Bill futott. Na, csak akkor nézzük meg, hogy ez hogy zajlott. Én vagyok Bill. Te futsz elől. Te vagy a Secret Service-től. Valaki teljes velem, mint a titkos szolgálat feje, futsz velem. Így van. Jani. Jani a csaj. Aha. Te most már rámutatok. Jó. Te leszel a nő. Jó, okay. Jó. Te várjál. Én futok. Várjál, itt magadra hagylak téged, te elkezdesz egyedül futni, rábökök a zsűrre, aki az én mitén beosztottam. Már itt már nem tudom, kire bök. Hogy négyen futunk, kiből kire? Nem, Zsűr vigyáz a főnökre, Zsűr fut veled. Ja, azt hittem, te vigyázod. Jó, te futsz velem. Hát én megyek a csajt összeszedni, érted? Jó, de várjál. De akkor te honnan tudod, hogy én kire mutatok, ha nem vagy velem? De veled vagyok, csak amikor mutatsz, akkor én lepattanok, és mondom a Zsűrnek, hogy vigyázzon rád, mert te vagy a főnök, Zsűr fut melletted tovább. Zsűr fut. Én futok, én rámutatok, igen. Janira. Ott van az a kis fitos. Ja, igen. Fitos, milyen színű a haja, ott van az, igen, a kis ott fitos. Van, éppen ott kocogok Forever Bush felirat. Igen. Ekkor én egy kacsintásból jeleztem neked, hogy te váljál le és kérd el a csaj számát. Így van, mutatsz egyet, ő az. Azt írja, hogy voltak, tehát oda kellett menni és begyűjteni, akiket kocogás közben látott, jó, vagyis bárkire rámutatott, Clinton azt később el akarta kapni. Jó, de várja, oda futok mellé. Egy és kettő. Hello, fitos. Én vagyok a titkosszolgálat vezetője, tudod ki az ott? Lassítok egy kicsit, hogy utol tudjál érni. Igen, te nagy kövér állat vagy. Mit szeretne tőlem? Ne, én semmit. Hozzá mocskos, hatalmas medve. Csokkoló, gáspréheznek. Érted? És akkor azt mondja a titkosszolgált főnöke, hogy tudod ki az ott, aki, aha, ott fut, kislány. Meg kéne jönni az irodába. Akarsz lenni az új, nem tudom ki. Hát az őszhaj. A Clinton szerint, mert mint a titkosszolgált vezetője szerint, Clinton egyszerre három nőnek is csapta a szelet, köztük volt a volt alelnöknek a lánya, akire egyébként azt írja, hogy a térkép szobában rá is nyitott. Most nem tudom, hogy a lányra nyitott. Azt nem tudom, hogy rányitott a lányra, vagy rányitott Clintonra és a lányára, az alelnök lányára. Mindenesetre azt állítja, hogy viszonya volt valószínű az alelnök lányának Clintonnal. És ő rájuk nyitott a térképszobában. Azért ezt is tételezzük föl, hogy te, mint az én beosztottam, rám nyitsz a térképszobában. Én szivarozva ülök az ovális. Jó, lenne a ovális irat. De kinek a szivarjával? Kinek a szivarjával? A saját szivarommal a számban. Nekem nagyon nagy szivarom van. És nagyon hajlékony vagyok. Tehát a saját szivarom van a számban. Igen. De egy Havanna, egy kubai, jó? Igen. Tehát nem de te jó bengályoztad a derekor. Igen, megkentem vietnámi balsamon, hogy hajlékonyabb legyek. Őcsém. Igen. Jó, de egyébként szerintem amúgy is az alelnöknek valószínűleg benne van a munkaszerződésében, ő közvetlen munkatárs, neki mindent be kell dobni a közösbe. Így van, tehát, hogy az lánya van, lánya. Maradjunk a lánynak. Tehát akkor nézted Honolulu térképét. Igen, nézem Honolulu térképét. Lenézek a lábam közé, ott van az alelnök lánya. Te bejössz, és mit mondasz nekem, mint én vagyok a te főnököd?
Jaj! Hát leginkább. Nem, jaj! Nem mondasz ilyet. Nem, hát ilyenkor, semmi. Ilyenkor úgy csinálsz, hogy nagyon diszkréten becsukod az ajtót. Igen. Kiveszed a másik térképet, amit keresel, és kimész. Ennyi. Ugye? Igen. Oda se nézel. Én csak egy közel-kelet térképet jöttem, mert ugye nem mondasz nagyon semmit. Ki kimész. Egyszerűen kimész. Aloha, elnök úr, aloha. Nem mondasz ilyet. Diszkrét vagy kijössz. Igen. Szóval, hogy rájuk nyitott a térképszobában. Elmondja ebben a könyvben, hogy Clinton egyébként masszív kokain használó. Masszív kokain használó. Ezért ezek nagyon súlyos. Na ez szerintem ezek ez nagyon súlyos. Na jó, de hát ez is, te persze, ez bizonyítani kell. Tehát, hogy most mit, lehet, hogy zsíros az arcbőre, és akkor emiatt egy kis kamillás hintőporral leszállította itt ott azokat a csúnya miteszereket, pattanásokat, és ezt értette félre. Csak nem volt nála az a kis pacsmagoló, amivel fölkenje, és ezért az asztalon kente szét az orrával, ugye? Ez is a térképszobában történt. Tehát rányított az ajtót, és Bill Clinton pedig fölkapta a fejét az asztalról. Ezt nem tudom, hogy a klácsi! De király! Uram, ne arra, hogy $100 lók ki az orrából, hogy azért azt nem kellene, azt nem kellene fölszívni. Úgy kell egy a szituációt, mint amikor a Sepphelyes arcú című filmben Al Pacino, egy hatalmas Fujiyamával az asztalon. Belefulladva egy brutális felhődössal a bal keze ügyén. Mást is állít egyébként emberünk, megdöbbentő. Megjelenik magyarul el kéne olvasni, vagy hegyet, ezzel bejön ez a könyv. Azt állítja, hogy Hillary Clinton sokszor megverte Bill Clinton. Persze. De, hogy Hillary... Mert és hogy, közben te, címzáros műből állancol a fején. Igen, egy biliárd golyó van a szájában. Igen, és ki volt kötözve egy András keresztül. Lógod le a plafonról. Igen. Kifelé homorítva. Az irodafalán pedig csak egy BDSM felirat jelent meg, ekkor tudták, nem lehet zavarni. Nem, azt mondják, hogy egyébként egy brutális nőszemély ez a Hillary Clinton. Uh-huh. Tehát mindenki utálja, mert egy iszonyatos paranoid, lobbanékony és verekedő. És egyszer állítólag úgy megverte Bill Clintont, hogy kiütötte az urát, szó szerint bedagadt a szeme, és belilult monoklia volt, amikor egyszer kiderült Bill Clinton félrelépése. Ja, akkor Hillary megverte. Akkor lehet. Akkor az előfél. Tehát gondold, egy verekedős paranoid nő lesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Azért ez is érdekes. Trump jobb. Nem? Tessék? Trump. Igen. Trump se jobb. Trump se jobb egyébként. De nem milyen, vagyunk de, előre. De figyelj, ez valahol keménység, ezt valahol szerintem respektálni kell. Hát érted, aki belenyal a mézes köcsökbe, érted? Az ne csodálkozzon rajta, hogyha előveszik érte. Bill Clinton állítólag ekkor egyébként minden elfoglaltságát lemondott. Robert Hood is biztos elővette Mici Mackót. Igen. Tehát lemondta az elfoglaltságait, azt mondja a könyvszerző, hogy ezt is tudja bizonyítani. Tehát akkor ő pár napig nem jelent meg a nyilvánosság előtt, mert brutálisan be volt dagadva a szeme. Igen. Azért az megvan, hogy a világ legbefolyásosabb ura volt akkor Bill Clinton, és a háttérben a fehér házon pedig hajtépe verekedtek egyébként az ovális irodában. Melyik kezed volt? Melyik kezed volt? Nem a kezem volt. Clinton csajozását azért sokan megerősítik. Arról azért tudunk, hogy ő azért röptében a negyed is. Azért ezt már nagyon sok helyen ő is elmondta, rákérdeztek amerikai tévéműsorokba, félig meddig bevallotta Monica Lewinsky is botrány, tehát azért Clintonról ezt lehet tudni, hogy szeretett fújatni. Tehát, hogy azért... Hát figyelj, nem, tehát, hogy... Szeretett. Jó, hát... Szeretett kesztyűbe dudálni. Na, hát, hogy dudáltatni, nem? Minden diktálás után DNS mintát vettek az összes titkárnőnek a szájába. Igen. Ide valaki az ovális irodát, orális irodáról. Hát igen, pontosan. Szóval azért ez így megdöbbentő, nem? Valahol én azt gondolom, hogy ők is ugyanolyan emberek. Miért ne veszekedhetnének? Miért ne lehetne Hillary féltékeny? Miért ne lehetne köztük csetepaté? Hát de ezt így elolvasva, azért azt gondolod, ennél komolyabb emberek, vagy felelősségteljesebb emberek vezetik mondjuk az Amerikai Egyesült Államokat, mint hogy kokainozik, az ovális irodában mindenkit elkap, és levarja az alelnök lányát a térképszobában. Már a Fehérháznak is valahogy azt gondolod, hogy nagyobb méltósága kellene, hogy legyen, mint hogy bírrángatja be a kislányt a térképszobába, aki nagyon sikoltozik és nem akar menni. Szóval azért ez így megdöbbentő. Ha csak nem a kislány rángatta be, érted, szegény Bill bácsit. És mit mondasz az elnöknek, te, mint alelnök, aki tudja, hogy elkapta a saját lányodat? Uh-huh. És ő a főnököd, de vagy az alelnök. Nagyon jó nevelés. És gondold el, mész be alelnökként, és jön ki a lányod a térképszobából, utána meg Bill ilyen felálló alja, kicsit kócosan, egy óriási rúzsnyommal a mellén, tudod. Mit mondasz? Tehát nem nagyon tudsz mit mondani, nem? Azért ez így elképesztő. Nem tudom, de ez csak Amerikában jelent, tehát nálunk nincsen ilyen. Tehát, hogy nálunk nem lehet arra számítani, hogy itt tudom én, a Sándor Palota szoftja címmel megjelent, vagy valami. Tehát, hogy nálunk nincsen, tehát nálunk nem. Ugye? Nálunk mindenki nagyon-nagyon rendben van, mindenki nagyon becsületes. Hát biztos, hogy itt soha is van ilyen. Hát a politikusok is ugyanolyan emberek. Egy-két politikusról lehet tudni, hogy azért hogy kedveli a gyengébbik nemet. Na.
Hát akkor légy szíves, nevezd meg őket. Hát ebben mit a Deutsch Tamás? Korábban, hát neki voltak neki ilyen volt, problémái. Volt, hát ez sok asszony, sok feleség. Kovács László. Igen. És még sorolhatnám. Igen. De nem fogom. Mert november után is akarsz így dolgot, ha minden igaz, és ezzel többen vannak így. Na jó, oké, hát ha megjelenik ez a könyv, elolvassuk, azért ez így mindenféleképpen érdekesen hangzik. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hallottatok, ha már rendőrök, az orosz Batmanről? Ugye Ákos is sokszor beszélt róla. Zseni. Hát gyerekek, ez a történet, ez azt gondolod, hogy nem történhet már meg. És megtörténik. Hihetetlen, ugye egy orosz férfi arra szánta rá magát, hogy besegít a rendőröknek, és így kapcsolódik az előző hírünkhöz. Szuperhős ruhába próbálja elkapni a helyi drogdillereket. És állítása szerint, ő ezt mondja egyébként, a Moszkva környékén működő Batmannek már több bűnözőt is sikerült elkapnia. Bátor. De ugye ő nem kapja igazából le, hanem... Az orosz alvilággal azért így ízével, orosz drogdillerekkel Batman ruhában így játszadozni szerintem. Nyilván azért ezért van a maszkos sztori, hogy ne ismerjék fel. Ugye ő nem juttatja rendőrkézre a bűnözőket, csak megveri. Tehát az van, hogy elkapja, eladja bugyája, és ott hagyja. Tehát ő nem adja át a rendőröknek, vagy átadja? Nem. Van egy videó, amit egy taxis vett egyébként föl, és azt lehet látni, hogy a lakásból, amit drogdillerek használnak, jön ki egy csávó tényleg Batman ruhába egyébként. Óriási. És igen, ő nem öl meg senkit, nem bánt senkit, de valakinek küzdenie kell a gonosz ellen, ezt mondja. És 40 bűnözőt már elkapott, valószínűleg őket átadja a rendőrségnek. Uh-huh. Tehát, hogy kihívja szóval a rendőröket. Nem önkezőleg van ott bíráskodás, csak mit tudom, megbillincseli őket, és akkor... Hát vagy azt csinálja, hogy elmegy, izgalmatlanul összeveri őket, megkötözi, aztán pedig felhívja a rendőrséget, és mire a rendőrség kér, akkor ő már sehol sincs. Valószínűleg ez lehet. Jó napot kívánok, Batman vagyok. Igen, megint. Hogy van a Batman oroszul? Valaki fordítsa már le. Batman. Ez szerintem az az. Megkérdezünk, mi a denevér ember. Denevér ember oroszul. Nézzem, mi a denevér. Már egyszerűen denevér. Lefordítják ez? Hát azt szerintem az vicces. Denevér ember oroszul. Pár lehet, hogy érti. Várj, a denevér oroszul, de szerintem azt mondja, hogy Oroszországban jöttem mesterségem címere. Aha, nem rossz. Denevér oroszul. Egy magyar orosz szótárat is adok. Konkrétan a Google nem áll át erre. De várj, tehát, hogy csinált magának egy házi Batman jelmezt, hát vagy vett, csinált igen. Egy Batmobilt, és elindult az orosz éjszakába, hogy elkapjon bűnözőket. Én nem tudom, hova kéne mennem Budapesten. Hát valószínűleg hát benne tudja, van a körbe, vagy benne volt a körbe. Tehát ez egykori orosz drogdiller, aki útra tért. Igen, vagy felhasználó, tehát tudta nagyon jó, hogy melyik lakásba járt eddig, most viszont Batman ruhába megy vissza. Figyelj. És vannak kütyüjei? Hát Batman az zseniális, ugye? A taxis, amit rögzített, az látszik a videón, hogy ő kijön a házból, ledob egy ilyen rakétát, hogy megvilágítsa saját magát, majd elsétál. Óriás. És ezt tudta fölvenni egy taxis. Egy ilyen kis, tudod, vannak ezek a világító jelző rakéták, vagy a jelző fények, amiket így ledobsz, és akkor valaki megtalál. Kijött a házból, gondolom, ott benn mindenkit helyretett, meggyújt egy jelző rakétát, ledobja a földre, és a fényben elsétál. Ezt látta a taxis, aki egyébként hirtelen ott meglátta a Batmant, és elkezdett videózni. Valószínűleg valaki őt így. Vagy lehet, hogy azzal jel ez a rendőrségnek, hogy ahol a piros fény világít, ott vannak a bűnözők összeverve. Megnéztem. Letucsajam is, ez a denevér. Letucsajam is, Cselovék. Letucsajam is, Cselovék. Letucsajam is. Maga Letucsajam is az a denevér? Letucsajam is, ez a denevér. Letucsajam is, Cselovék. Jó hosszú egyébként. Kíváncsi egyébként, hogy ő egy önkéntes ember, tényleg egy egykori drogdealer, vagy rendőr, tehát hogy ő milyen vérhajtja. Igen, fura egyébként, hogy így ennyire tisztában van a dolgokkal, tehát hogy rögtön tudja, hogy ki a drogdealer, meg ki nem. Lehet, hogy egy jó útra tért bűnöző is. De most képzeld el, hogy mennyire kattant a pali egyébként, hogy ő még fölveszi ezt a köpenyt is, ami akadályoz a verekedésben, amikor futni nem tudsz, valamibe beakad, megfojtod magad. Ha rossz emberekkel kezdesz ki, fölakasztanak a köpenyeddel együtt, de ő fölveszi a köpenyt is. Rajtad a maszk, amit ő semmit nem látsz. A maszkról tulajdonképpen semmit nem látsz. A köpeny egy verekedésben biztos, hogy nem jó, mert két nagyobb darab ember belecsavar és elvisz szőnyegnek, és soha a büdös életben nem találnak meg többet. Tehát, hogy ez, nem is tudom ezt elképzelni. És miért pont Batman? Hát azért más szuperhősök is voltak. Bár Batman
Batman volt az, aki... gonosz ellen, már úgy a gonosz ellen küzdő, tehát hogy ugye Superman másképp mentett. Igen, meg tudom. Hát ugye az az alapvető különbség a többi szuperemberhez képest, hogy Batman ez egy ember. Tehát, hogy ő nem egy szuperképességekkel felvértezett valami, nem a kriptonit bolygóról jött, hanem ő egy ember, akinek mindenféle spici kütyüje vannak, meg mondjuk jól bunyózik. De hát, hogy ezért. Ő is valójában egy ember, aki fel van mindenféle ilyen spici kütyükkel vértezve, például, itt tudom én, nyilván ott van neki a kis Batmobilja, ami hogy hívják, ami automobil nyilván, és valószínűleg egy felspicizett ladaszamara. Egy ladából van. Egy ladaszamara, tudod, és akkor azzal küzd, vagy pedig, hát ez a képzeld, amikor kijön, és akkor felugrik a verhójára, és tudod, elhúz a helyzet. Fura, hogy pont ott van egy taxis, aki fölveszi, tehát ez kicsit ilyen, nem? Tehát valószínűleg ott volt Robinak is segédje, és mondta, vegyél már föl, meggyújt egy jelzőfényt, és nagyon elsétál. Tehát az, most többször megnéztem ezt a videót, azért ez egészen furán néz ki. Picit túl direkt, hogy kijön a házból, ott már minek gyújt a jelzőrakétát. Nem, taxisnak lenni, én lenni Robi. Azt igen. Mondom, hogy valószínűleg Robin inkább, mert elég inkább Szása. Igen. Volt, hogy sok-sok évvel ezelőtt volt, nem is tudom, Németországban volt egy önkéntes rendőr, aki viszont sétáló utcákban szúrta ki a zsebtolvajokat. Emlékeztek arra? Ugye az volt a hobbija, hogy ő 24 órát töltött a sétáló utcában, és ha valakit megloptak, akkor utána vért, mondta, hogy hagyja csak, én visszahozom, rohant utána, letepert, és addig üvöltözött, amíg ki nem jöttek a rendőröket. Nem emlékszel? Nem, nincs. És ilyen több száz zsebtolvajt tepert le, neki ő azt csinálta, hogy mindig ott volt a sétáló utcában, bárkit megloptak, maradjon, mindjárt visszahozom. Ingamot a sprinttel elkapta a csávot. Iszonyatosat rávert a nyakára, kigáncsolta, rátérdepült, ütötte, vágta, amíg meg nem érkeztek a rendőrök. És őt lefölsétálgatott. És ez erre specializálódott egyébként. Igen. Lehet, egy gyerekről van szó? Vagy egy felnőttről, aki még üldözi a gyerekkori álmait? Mert picit azért az infantilis szintje azért ennek az embernek nem lehet. Hát valószínűleg nem gondol bele, nem hogy, lehet ennek, igen, hogy ennek lehet rossz vége. Tehát valószínűleg tényleg az van ilyen ifjúkori hevület, hogy ő most a sztár, a világ megmentője. Azt mondta, hogy egyszer rosszul jár. Vagy lehet, hogy ilyen kis kanon... Egy héten belül melbelövik el, hiszed? Biztos, hogy egy héten belül valahol melbelövik, igen. És a fura az egyébként, hogy te csak Batman-eset játszol valahol azon a környéken, akkor is. Nagyon rossz, hogy most ott valaki véletlenül Batmannek költözik majd. Itt van, megjött. És azonnal lelövik. Hát igen, na minden esetre idés el kellene azért egy-két szuperhős egyébként. A pesti utcákra. Jó lenne, nem? Nekünk vannak ilyen városi hőseink? Nincsenek nincs. Nagyon. Nem? Ilyenek, ezek hát a régik igen, vannak ugye a betyárok. Igen. Tehát lehetne egy Sobri Jóska mondjuk, vagy nem tudom, vagy valaki. Ez maradt nekünk, egy ilyen csikós jelmez. Ne, hát de miért? Ugyanaz, mint Indiana Jones is ostorral küzdött, ugye? Indiana Jones is ostorral igen, ment a... volt ostora, így van. Tessék, igen. Hát akkor Sobri Jóska. Hát van nekünk egy betyárseregünk, de azt igen, hagyjuk. Nem erre gondoltam. Ilyen lenne a vágy. Most a betyárokkal az MTV-je megjárta, ahogy látom. Meg. Meg teljesen ártalmatlan. Még nem gondoltak ebbe bele. Igen. Volt valami ostorra, hogy kell a nőtelen szabályozni. Igen, egy régies jelenetet adtak elő, és a riporter kislány vállalt azt a szerepet, hogy ő odaáll, és akkor mellette csattogtattak ostorra, és akkor följelentették őket, hogy a női erőszak, vagy a nők elleni erőszak brutális ábrázolás. Volt egyszer egy képregény, Magyar Szuperhős Pesség címmel, ott volt Harcsa Huszár. Hungária kapitány. Milyen tulajdonság van a Hungária kapitánynak? Azt érve, aki füstbombát vág a földhöz, ahogy Batman. Hát akkor viszont rosszul sül el, mert egy ilyen világító rakétának tűnik, és egyáltalán nem füstöl. De hogy abba tűnik el a füstbe. Abba tűnik el, de ez egy ilyen világító rakétaszerű valami. Tehát egy picit azt akkor félreértelmezték. Balázs, menj el este a Hős utcába, lehet, hogy még Batman jelmezve se jönnél ki. Valószínű. Aha. Ott bedarálnak. Nagyon gyorsan egyébként, igen. Szoktuk levágni időnként ott a Pongrác meg a Hungária között az utat. Ott éjszaka kemény lehet. Igen. Kemény világ van, igen, ott éjszaka. Ez egyik legemblematikusabb ilyen jelenet, aminek ott tanúi voltunk egyszer, azt nem hiszem el továbbra, hogy valaki egyszer egy pocsolyából egy filteren keresztül éppen szívta föl a napi adagjához való kis folyadékot. Egy pocsolyából? Igen, Atya úristen. Zseniális. Atya úristen. És szomorú. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Azok kedvére, akik nem hallották, gyorsan ecseteljük, a Réka és Norbi családjával együtt, tehát a három gyerek, anyu, apu meg a barátok elvonultak egy nagyon jó minőségű szállóba, ami nagyon ötcsillagos, és ott
egy zárt körű születésnapi, állítólag zárt körű, kettő napos történetem voltak ott. És a Réka posztolt magáról egy kis videót, amiben az volt, hogy én még a születésnapon is sportolok, futott 10 kilométert, kirohant, és úgy, ahogy volt, tehát edző cuccban, izzadtan beugrott a medencébe. Hát azt a fölháborodást, amit ez az eset kiváltott, gyerekek, hogy ő összefertőzi a medence vizét, tehát lehet véleményes a dolog egyébként Rékával kapcsolatosan, hogyha valaki úgy gondolja, hogy nem ugrunk így bele, de hogy ilyeneket tehát hogy oda be, tényleg tudom, hogy most láttam, hogy címlap az egyik bulvárlapban. Igen? Igen. Én a neten olvastam a történetet, valószínűleg ott is valaki följelentette, vagy akkor és óriás felháborodás van? És nagyon nagy felháborodás, hogy a Rékának az izzadsága összefertőzi a medence vizét. Csak mondom, hogy olyan klóros minden medence víz, meg olyan fertőtlenítős, nyilván klasszikus keretek között maradva, hogy az azonnal elpusztítja, még ha szegény Rékából jön is ki baktérium az izzadsággal. Nem tudom, hogy egy ilyen izzadságban mennyi baci van, meg mennyi baktérium. Jó, a Rékának az izzadság is olyan, hogy mindenki más baktériumjait megöli a medencébe. Én mondjuk összeizzadnék vele, de mindegy. Tehát, hogy beleugrott, és szerintem ilyen picit hebrencs volt az egész dolog, és tök jó. Szerintem az tök jó, hogy valaki, egy felnőtt nő, egy három gyerekes anyuka tud hülyeséget csinálni. Ez szerintem szuper. Picit lehet, hogy túlérzékenyek vagyunk Rékára meg Norbira. Tehát, ha ők bármit csinálnak, akkor biztos, hogy lesz egy tábor, aki meg akarja őket ölni. A másik tábor, meg nyilván, aki szereti őket, az azt mondja, hogy hű, de jó. Nem? Hát most azért a medence mellett nem azért van az zuhanyzó meg a lábmosó, hogy nyilván, nem használd, tehát hogy fene se tudja, tehát cipő volt rajta egyébként, ráadásul gondolom, azt nem rúgta le magáról. Nem rúgta, egyző cipő volt. Aha, hát ez talán nekem mondjuk egy picit sok, tehát hogy én nem biztos, hogy örülnék neki, hogyha aha, így csobban a mellettük, mondjuk mi nem járunk öt csillagos szállodákban, meg tengerpartra sem. Nem jártok vízpartra sem. Igen, nem jártok vízpartra sem. A dolog, hogy vízpartot mindig a vár tetejéből látjátok, amikor lenéztek a Balatonra. Nem nagyon vagy medence környéki, meg vízpart környékén. Itt leginkább az a probléma, hogy ez egy zárt hely. Tehát, hogyha mit tudom én, lemész a Balatonra, és akkor látsz ilyen strandot, közvetlen mellette meg mondjuk egy ilyen kutyastrandot, ahol azért gyakorlatilag az élő vízben minden keveredik mindennel, akkor ott talán kevésbé zavar, de azért ez egy zárt hely volt. És jöhetsz ezzel a kolloros vízdumával, nagyon jó, csak hogy hát, tehát téged zavarna. Elvonatkoztatva, hogy Réka, vagy nem Réka. Ne, ennek a Rékához semmi köze nincsen. Tehát, hogyha egy tök ismeretlen ember csinálja nem, meg. Ez nem személyeskedés, én nem tartozom az a közé, akik legszívesebben megölnék őket, engem nagyon szórakoztatnak. És csak mert picit a posztokból például ezt lehetett. Én nem látom a Sobert házaspár, engem nagyon szórakoztatnak. Igen, Mercedes és Géza bács. Ennél jól nem lehet dicsérni. Nagyon szórakoztatnak. Géza bácsi, Mercedes. Ja, hát igen, szóval, hogy... Szóval nem, és hogyha ők kibérelték az egészet, érted, a szülinapi partira is zárt körű volt. Na figyelj, tipikusan egyébként olyan a történet, hogy alapvetően tényleg engem zavar a dolog, de hogyha meg azt meséled el, hogy is volt egy haverom, aki rohan és beugrott ruhást, és akkor medencébe. Jó fej vagy. Általában az, aki nem tartozik a brancshoz, az mind azt mondja, köztük most ebben az esetben én is, hogy hát ennyi, de nem olyan. De szerint a saját maga osztotta meg a Facebookon. Igen, igen, ezt ő tette. Igen, fel. Igen. Hát, a gyerekek, én komolyan mondom, olyan szánalmas ez az ország, de tényleg. Azért, mert beleugrálnak egy is, akkor nem, hanem mert mindenki mondja. Mindig a másikkal van elfoglalva, hogy ki mit csinál, és jaj, most is akkor is a bulvár újság is látom, hogy ilyen uborka szezonban ezt a címlapjára teszi, érted, hogy Rubint Réka ruhába ugrott egy medencébe. Most ezt mondjuk el még egyszer, tehát Rubint Réka ruhába ugrott egy medencébe. Érted? Ne ugorjon! De hogy ez, tehát most, szóval, hogy erről, nem is lehet erről mit mondani, hát itt tartunk, és akkor most a Réka saját oldalán, itt most akkor most keresztre feszítik, hogy bemert ugrani egy medencébe. Te jó atya úristen! És ez egy hírérték, ami címlapon van. Uh-huh. Na nem is tudok erre mit. Valószínűleg az, akit ugye ez bántott, ő életében nem csinált ilyet. Tehát, hogy neki van egy visszafogott, konszolidált élete, éli az ők is életét. Élünk, ahogy élünk, Feri, nem kell kritizálni. Jó, tehát nézi a várakat, kirándul, a 30 fokban nyakig begombolt turista kabátban, nincs az a baj. Csak, bárcsak ez lenne az országban a legnagyobb baj, hogy valaki ruhást ugrott egy medencébe. Hányan ugrottak már ruhástúl medencébe, nem? Hát azért szóval ilyet már mindenki csinálta ki. De a Réka izzadt volt edzés után ugrott, érted? Érted, hogy itt mi a baj? Értem, hogy mi a probléma, igen. Kutya fáját.
Végül is apokával is együtt tudok érteni, aki azt írja, nem szeretem őket, de na és a Balatonban meg szexelnek és szarnak a halak. Fölháborító. Hát nem. Hát igen. Na, igen, akit ez idegesít, az nem menjen Sondra, mert ott nagyon ki lesz egyébként. Ha nem is megy. Jogos, ott kicsit mondjuk nagyobb a vízszület. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Akkor egy kis tenisz. Akkor nézzük, mi a helyzet Wimbledonban. Nem, arra gondoltunk, hogy felhívjuk Gyugyi édesanyját, aki egy tündéri, egy tündéri nőszemély, és láttuk, hallottuk őt nyilatkozni, Ildikót, hogy egy kicsit avasson bele bennünket a szurkolói lét azon, vagyis mondjam, életformájába, amikor egy édesanyja drukkol úgy a gyermekének, hogy a gyermeke a válogatott mezét húzza magára, és játszik, ráadásul gyönyörűen játszik, ráadásul gólokat lő, nem is keveset, ugye, ha csak a portugál meccset nézzük, szám szerint kettőt. Hányszor hívja őt Balázs? Milyen tanácsokkal látja el? Szervezi-e a rajongói klubot a mama? Kiutazik-e a helyszínre? Mert úgy hallottuk egyébként, hogy volt olyan meccs, amit a helyszínről nézett. Hogy bírja az izgalmakat otthonról nézve? Üzenhet-e, beszélhet-e a gyermekével? Számos kérdés. Minden titokra fény fog derülni. Most én is nagyon kíváncsi, egy csomó kérdéssel készültem. Szerette annak idején Gyugyi a cukros káposztás tésztát, készült-e róla fotó, mint egy harmonika macskával, és látszik a kis pöpölője. Igen. Mit szól, amikor ő, mint Gyugyi anyukája, lemegy utána a győztes meccs után, vagy egy döntetlen portugál meccs után, mondjuk a közérbe, utat törnek-e hozzá a rajongók, és szed Párizsit, kap-e a boltba, mindent tudni akarunk. Így van. Küldötte neki annak idején sapkát sálat Oroszországba. Igen. Állítólagosan egyébként nagyon helyes, mert hogy ő tartja a kapcsolatot a többi anyukájával, a többi játékos anyukájával. Tehát ő a szervező, kiutaztat, ő tartja a szülői klubbal a kapcsolatot, nyugtat és informál mindenkit. Ildikó, tehát központi szerepet játszik egyébként. Most beszéltem a Balázskával, azt üzeni, hogy mindenki jól van. Központi szerepet játszik a többi szülővel és a többi anyukával, ő tartja a frontot. Ne egyetek össze minden hülyeséget. Jó tanácsok. Igen. De figyelj, ha mindenkinek meg az anyukától kapott jó tanács, az mindenkinek megvan az életében, nem? Hogy mikor a diploma védésre készültem, és akkor fölhív anyám, hogy ugye reggeliztél? Uh-huh. Mama, rendesen, hogy hagyjál már. Hogy leessen a cukor. Érted? Szerintem olyan jó tanácsok. Nem. Tudod, hogy minden szigorlat előtt fosol. Dobjál be 3-4 cintablettát, majd nem. És egy kis bólusz. Fertőtlen bele. És gondolj, apára, ne így áll előtte sokat. Itt van velünk Gyugyi anyukája. Ildikó, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Ildikó! Sikerült-e kiheverni a tegnap estét? Abból a szempontból kérdezem, hogy az izgalmakat leginkább, mert gondolom, ilyenkor egy szülői, tehát a vérnyomás az egekbe lehet. Hogy vagy? Igen, köszönöm. Végig szurkoltuk telitorokból a mérkőzést, de ez így alakult, de akkor is nagyon nagy büszkeséggel és örömmel tértünk haza. Hol néztétek? Valahol bent a városban, vagy otthon volt egy ilyen kis... Mindig, mind a négy meccsen a helyszínen voltunk. A helyszínen voltatok, tehát kint, akkor a mostani meccsen is kint voltatok. Igen, igen, mindig mentünk a szurkolói járattal, és jöttünk is haza. De jó. Igen. És már itthon akkor? Igen, igen, itthon vagyunk, már Nyírlugoson. Igen. Hát, már bocsánat, de hát éjfélkor jöttek ki a stadionból. Igen, hát de ez édes fáradtság, úgyhogy én nagyon tudok ilyenkor törögni. És még meccs után gépre ültetek, és igen. Ma már itthon? Igen, igen, mindig így indulunk, igen. Hát azért ez elég sűrű így. Négyszer voltunk így. Te kimentetek meccs vissza. Igen, 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 igen. Na, sikerült a Balázsra beszélned egyébként azóta? Tegnap nem sikerült egyedüli alkalom, de vesztes meccs után nem szokott bennünket hívni, majd csak mindig másnap. Vesztes meccs után mindig kimarad egy nap, amíg nem jelentkezik? Igen, igen, ki. Olyankor csak magába elmélkedik, és majd csak akkor jelentkezik. Hát pedig nincs miért szégyelni magát, nem is kell. Zseniális volt végig a gyerek, úgyhogy meg az egész mi csapat. Mi végig szurkoltunk tényleg, nem tudom hányan voltunk magyarok, biztos a stadion közel fele, de szerintem kitartóan, hallhatóan gondolom képernyőn keresztül is. Átjött, abszolút átjött le, csak a magyar szurkolókat lehetett hallani. A meccs előtt tudtatok beszélni egyébként? Igen, mikor kijöttek, megérkeztek a stadionba, akkor mindig kijönnek
szép öltönyben, az egyenöltözékükbe, és akkor még mindig kiabálok, hogy Baláska, integetek neki, és akkor már... Baláskának szólított? Tényleg ez nagyon helyes. Baláska? Igen, nekem mindig is ad le. És van még egy jó tanácsod ilyenkor neki? Szoktál valamit mondani? Nem, csak integetek és puszit dobok neki. Nyilván tudja, hogy merre nézzel, hol ültök. Igen, azt mindig tudja, és így könnyen akkor megtaláljuk egymást a tekintetünk. Hát mert 30-40 ezer emberből senki nem hív a Baláskának, tehát mindig tudja, hogy hova kell, hogy merre kell nézni. Igen. Én jól tudjuk, hogy a többi szülővel is te tartod a kapcsolatot, menedzseled az utazást, szervezel, tehát hogy egy ilyen központi tagja vagy tulajdonképpen a szülői társadalomnak? Hát ez egy kicsit azért így túlzás, de mivel a családtagok egy közös szektorban szurkolnak, illetve úgy itthon, mint ha a külföldi meccsre megyünk, akkor én szeretek közéjük bekapcsolódni, de a szervezés, mivel én messze lakom, így én csak inkább bekapcsolódom. Na és milyen a többi szülő? Hogy drukkolnak? Ki a leghangosabb, vagy ki a legdurvább? Mindenki. Most Elek Ákos szülei ültek közöttünk. A Priskin Tamás felesége, Petra Á, mindenki. Halai Ádám tesói. Édesanyaként én nem tudom, hogy lehet egy ilyen izgalmat egyébként túlélni. Szóval amikor azt látod, hogy bent a gyereked másik 10 magyar játékossal küzd, és hát hogy mekkora szívvel játszanak, és hogy játszanak. Szóval, hogy hát ott én nem is tudom, mekkora az ember vérnyomása, vagy hogy lehet ezt egyáltalán túlélni. Hát a szívem az biztos a torkomon túldobog minden, mert nem lehet elmondani szavakkal, nem lehet. Mi ez volt, hasonlítható ez az érzés, és példaképpen mondjuk, amikor először mondjuk a DVSC-ben a pályára lépett, vagy az Eindhovenben, vagy mi volt olyan élmény, ami ehhez volt fogható? Hát úgy a hazai, az első azért a Loki meccsek is nagyon, mikor bekerült 17 évesen, az is nagyon nagy felejthetetlen élmény marad, emlék marad, illetve nekem az Eindhoveni meccsek, tehát azoknak a hangulata, oda jutottam ki a legtöbbször, és itt a, hát mindegyik, és itt a válogatott meccsek is, hát nem is tudom őket sorba állítani. Hát szerencsére az ő pályafutás azért bővelkedik nagyon nagy sikre. Igen. Mondják, hogy te vagy a magyar válogatott SMK-sa, tehát te szervezed a szülői muka közösséget. Értem a szót, igen, értem. Hova, hogy menjetek drukkolni, hányan menjetek, hova igen. Hát napi belélekelt, ott vagyunk mellettük, és tényleg nagyon örülünk a 4 meccsen nyújtott teljesítményükre. Hát nek egész ország örül neki. Van a Balázsnak egyébként valami kabalája, amit csinál meccs előtt, vagy amit te még mondasz neki, vagy ahogy elköszöntök, az utolsó beszélgetés, amit még lefolytattok a meccs előtt, van ilyen? Az utolsó az mindig az, hogy Balázska, akkor ott leszünk, tudod, meccs előtt integetünk neked, és nagyon-nagyon szurkolunk. Szerintem én mindig ezzel a mondattal szoktam tőle elköszönni. Ilyenkor egyébként ő kér valamit, vár valamit haza, hogy főzzél neki, van kedvenc kajája, amin azt mondod, hogy anyád, csináld meg nekem, erre szeretnék hazamenni, van ilyen? Hát van. A töltött káposztát azt mindenki tudja róla, hogy kedvenc ételei közé tartozik. A derejét imádja nagyon. Palacsintát, tuzapörkölt, madártej, hát tejbegríz, ezek hakarácsony. És ha ezt így végig is eszi egyből, akkor az egy komoly menet. Na jó, hát aki ennyit futkorászik, érted a pályán, annak lehet enni. Igen. Akkor nagyba főzöl már egyébként? Igen, és mi mindig szoktunk most a válogatott hazai meccsek előtt olyan, a meccs előtt általában két-három nappal akkor töltjük a nagymamával a töltött káposztát, a pici kis apró nyírségi káposztát, és azt küldjük a csapatnak. Megfő 2 óra körül, jön érte a Baláska barátja Debrecenből, és már viszi is telkibe, bebugyolálva a kendőbe. Viszi a csapatnak, tényleg? Igen, nem mondott komolyan. Olyan 230-at szoktunk körülbelül. Jó, de ezek pici. Atya Isten, 230 kis gombócot csináltok, és külditek az edzőtáborba? Igen, és még szoktam itteni kenyeret is, tejfölt is. Nem ér az, hogy édes anyukák így be tudnak juttatni kaját az edzőtáborba, vagy oké, hogy azért ott van valami kaja, de hát nyilván csak azért az nem a hazai. Tértenek azok ahhoz. Ezt gondolom, hogy Balázska intézte a szükséges engedélyeket, ehhez megszerezte, mert nem szokott gond lenni. Hát vagy beengeditek anyám töltött káposztáját, vagy nem rúgok több gólt. A hátul átvágtuk a drótkét, és tudjuk megfigyeljátok be. Van egy beadó folyosó, valahol te elkibáltuk. És nagy buli lesz, amikor jön haza? Tehát ilyenkor készül a rokonság? Nagyon
várjuk most haza, nagyon ma érkeznek, délután ezt megírta, mert mint említettem, ilyenkor nem szól hozzánk, és gondolom, hogy a vakációja, a szabadsága, azt gondolom, vagy két hét még, és abban mi mindenképp beleférünk, hogy itthon találkozunk. És ilyenkor, amikor nem szól hozzátok, mi volt az üzenet? Délbe jövök, délután érkezem, puszi, ennyi, tehát semmi, semmi? Nem csak annyi volt, hogy már holnapra jól leszek, és találkozunk. Hát nyilván kell egy nap, szerintem az egész válogatottnak nyilván. Bár tényleg sokszor elmondtuk, hogy semmi okuk rá, mert nagyon persze, szépen teljesítettek, de hát az nyilván egy vereséget azért ugyanúgy meg kell emészteni. Ma már szerintem azért ők jókedvűen fognak leszállni. Igen. Csak egy rövid üzenet jött, elég lesz 180 szalaiért, nem tudnak jönni. Jó, azért ha van otthon belga csoki, azt dugjátok el, jó? Aha. Tehát mindenféle fehér csoki, belga csoki, azért azokat tegyétek el. Persze, persze. Igazából azt gondolom, hogy nincs okuk azért szomorkodni. Igen, nagyon dolog, amit véghez vittek. Igen. Így látom. Igen. Gondoltátok volna egyébként, hogy ennyire összekovácsolják az országot? Hát hihetetlen tényleg. Ezt nem. Ezt ennyire én sem. Egy édesanyának ezt végignézni, nem? Hogy ilyen egységbe kovácsolódott a nemzet? Hát azért az óriási. Igen, én is ennek örülök, úgy még azon túl. Hát és úgy, hogy a fia ráadásul a csapat kapitány, tehát egy olyan vezéregyéniség, aki motiválni is tudja a többieket, sőt, fanatizálni. Igen, ennek is nagyon-nagyon örülök, mert mindig mondja, hogy nagy tisztelet övezi, azért tőle korban is vannak, akiket úgymond kor alapján illetne ez a rang, de... Király bácsi, Gera bácsi. Igen. Valamelyik szemét belga játékos lenyilatkozta, hogy a király még él, ő még él, annyira szemét volt. A belga edzőistából. Igen, a belga edzőistából lesz nyilatkozta, valaki ő még él, igen. Egyébként a Gyugyi már látszott gyerekkorában is, hogy ennyire foci, vagy egy csomó sport érdekelte, és aztán valahogy kikötött a futballnál. Vagy tényleg már 4 évesen csak a foci. Csak a foci. Tényleg? Igen, csak a foci érdekelte. Nagyon. Hát a labda az olyan volt neki, mint bármilyen nélkülözhetetlen ruhadarab. Tényleg mindig ott volt valahol közel mellette. Látta annyi lugos öreg fiúkat focizni? Igen. Mindig bekérezkedett a jóval idősebbekhez. És ő már egyébként gyerekkorában is ennyire vezéregyéniség volt? Mert ugye sokszor van az, hogy egy halkszavú, csendes gyerekből aztán egyszer csak ugye vezéregyéniség növi ki magát, vagy ezt már láttátok, ezt a fajta mentalitást? Én láttam azt a dokumentumfilmet, ami készült a magyar válogatottról, hát ott olyan beszédeket mond egyébként az öltözőbe, hogy az embert a hideg rázza. Ez már látszott ezt rajta tudom. Gyerekkorában? Azért gyerekkorában ettől jóval visszafogottabb volt, és úgy szerényebb, szeretett inkább a háttérben maradni, de most ez hál' Istennek, hogy azért már ide ilyen szintre jutott. Nem, ez megváltozott. Ennek is örülök. Na jól van, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm. Mi is csokoltatjuk a Balázs, mondd meg neki. Jó, nagyon drukkoltunk. Megmondom. A legjobbakat kívánom. Sziasztok. Köszönjük. Sziasztok. Köszönjük szépen. Csúcsák Balázs anyukájának, Kósa Ildikónak. Puszi. Milyen helyes, nem? Édes tündi. Az a 200 gombócatot legyártott a csapatnak. Bármit a gyerekért. Bármit. Én nem is tudom, ez hogy lehet túlélni, nem? Amikor a gyereked ott küzd az arénában, és ott van mögötted 30 ezer magyar szurkoló, hogy azt így szülőként hogy csinálod végig, hogy abban ne hajj bele? Ne álljon meg. Tudod, hogy a gombóc az a mellékes alól nem is beszélnek, mert a töltött káposzta, az töltött káposzta, megraknak még mellé. Nagyon kemény. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na, hívjuk Király Gabit? Csörögjünk rá Király Gabira, mert hogy hazajött a magyar válogatott, elképesztő ünneplések közepette, érkeztek ők meg egyébként a Hősök terére, ahol hát rengetegen mentek ki magyar zászlóval a nyakukba, a kezükbe, és ünnepelték a sárdokat. Bertiláv Náksi, rakoncaimi, nézését meg a járását, minden volt, kérem szépen, hát minden volt, ami lehet. Egy ilyen retrofesztivál. Vízsugárral köszöntötték ugye a srácokat még a repülőn,
Aztán ugye kiszálltak a kis egyenöltönyükbe, megérkeztek, és hát óriási, óriási szeretet fogadta őket. Joggal, hát mi is nagyon sokat beszélünk róla. Egyébként ez hihetetlen, hogy, hogy van ugye ez a szóparti szám, ami gyakorlatilag így az EB-nek a himnuszává vált, hogy, hogy ez a dal, amikor annak idején bejött ugye a köztudomány, amikor igazán ment, akkor ezeknek a játékosoknak a nagy része az még így totyogó, ilyen kis óvodás lehetett, vagy, vagy kisiskolás. Tehát, hogy ők még így, a, így bébik voltak jó formán. Kivéve a Gabit. Hát jó, ő már is 32. Én dúdolta a dalt akkor is. Na, ha minden igaz, itt van velünk. Király Gábor, hello Gábor, jó reggel! Jó reggel! Ciao. Hello! Sűrű a nap, gondoljuk, ugye? Nyilatkozat, nyilatkozat hátán. Szétszednek nagyon? Hát igen, nagyon sűrű, de hát ez, én azt gondolom, ezzel jár. Hát ez ilyenkor ezzel, ez ilyenkor ezzel jár. Na, hát nem is tudom, hol kezdjük, a friss hírekkel, vagy magával a, az EB-vel. Nagyon gratulálunk legelőször, ugye? Hát kitüntetés. Köszönöm pontosan? Nem, nem, még nem az EB, ez várjál, még csak hozzád egyelőre. Igen. Szombathely díszpolgárává avattak, ha jól mondom? Nem, nem, én nem tudok erről nagyon semmit. Én is csak így a médiából hallok ilyen-olyan dolgokat, majd biztos szólnak, hogy, hogy lesz valami. Hát vagy lehet, hogy már megkaptad, csak még nem voltál ott, tudod, és igen, később be kell érte venni az önkormányzatba. Nem volt korábban valami ráutaló tevékenység, hogy elhívtak, hogy mintát vegyenek a testrészeidről majd a későbbi lovasszoborhoz, vagy valami? Igen, ez olyan 50 évvel ezelőtt volt. Hogy van az ujjad? Azt hallottuk, hogy megsérült. Hogy vagy? Igen, hát kificamodott, ez ilyen kapus betegség, de ott a helyszínen egyből az akció után sikerült visszatenni, és köszönöm szépen, jól van, tehát az adrenalin ilyenkor dolgozik, akkor nem érzel fájdalmat. Tehát oda felszaladt a kis orvos, megrángatta, és te tovább védtél, ennyi, ugye? Nem, nem, hát igazából én, tehát nem kellett az orvos. Ja, te magad raktad helyre. Igen, igen. Hogy néz ki egy új helyre rakás? Rántasz rajta egyet, tiszedsz egyet, utána kirúgod a labdát? Ezt így kell elképzelni? Kis hát nem, ugye volt ez a védés, és ott egy kicsit rosszul nyúltam a labdába, és utána éreztem, hogy kicsit kificamodott az ujjam, visszatettem nem először, és utána ment tovább a játék, tehát nem is kértem ápolást, nem volt szükséges. Uh-huh. Tehát ez egy megszokott dolog nálad, hogy kicsit visszarakod az ujjad, és megy tovább a meccs. Figyelj, mi jutott hozzátok el abból, ami itt Magyarországon történt? Hát egy-két dolog azért eljutott, de mi ugye a játékkal és a munkánkkal foglalkoztunk. Mi azzal foglalkoztunk, hogy minél jobban teljesítjük, minél jobban, minél gyorsabban regeneráljunk, és már készüljük a következő mérkőzésre. Hallottuk természetesen a győzelem után ugye ott a helyszínen, hogy hogy örülnek a szurkolók, és hát ugye családtagok, barátok mondták, hogy Magyarországon fergeteges hangulat van, úgyhogy, de mi ugyanúgy a munkánkkal próbáltuk, tehát a munkánkra próbáltunk koncentrálni, természetesen óriási erőt adott ez, hogy egy ország állt mögöttünk, de én úgy gondolom, hogy a srácok tettek is ezért. Hát hogy áll mindenki, persze, abszolút. Néztetek videókat, hogy hogy vonulnak a meccsek után az emberek, hogy megállt a körúton a forgalom, hogy a villamos tetején álltak, buszmegállókban, autóutakon, villamos sínen. Igen, igen. Ahol vonultak az emberek, ezeket ti láttátok? Igen, igen, mindig volt valaki, aki esetleg képet vagy videót mutatott így a többieknek, hogy, hogy mi van Magyarországon. Ez plusz erőt adott nekünk, de a lényegen nem változtatott, tehát a munkát azt meg kellett csinálni, és a teljesítményt ki kellett tudni a pályára. Tehát inkább én azt mondom, hogy, hogy mi nem tudtunk sajnos örülni annyira, mert jött a következő feladat. Tehát mi a feladatot láttuk mindig magunk előtt. Hát nyilván persze nem arról szólt, hogy utána pesgőzzetek minden meccs után, persze, csak hogy kíváncsiak vagyunk, hogy itt, amit mi generáltunk, bármit a szurkolók generáltak, és amit ti generáltatok, az ugye mennyire jutott el hozzátok, és mit éreztetek abból a szeretetből, ami, ami hát egészen egyszerűen elképesztő volt, hogy itt tényleg mi történt az elmúlt két hétben. Milyen volt, amikor hazajöttetek? Nagyon jó érzés volt, de folyamatosan kint a szurkolók azért az utcákon, a stadionban éreztették azt, hogy, hogy csapat mellett állnak, és hát ugye amikor megérkeztünk, akkor is fergeteges dolog volt. Én azt gondolom, hogy azért az értékrendeket nem kell összetéveszteni, tehát itt egy országnak az öröméről van szó, amit, amit természetesen mi is boldogan veszünk, de mi ettől nem lettünk jobb vagy rosszabb játékosok. Tehát egyszerűen az, hogy, hogy ahogy összefogott a csapat egy cél érdekében,
ezt a közönség honorálta, és azt gondolom, hogy ez inkább az ország boldogságáról, öröméről szól ez az egész dolog. Hát csak jobbak lettetek az előző évek teljesítményéhez képest, azért ez egy menetelés volt. Tehát én most értem, hogy az ország euforikus állapotát nem tud belevonni a saját játékotokba, de hát valami történt veletek? Én szerintem a norvég mérkőzés előtt indult el egy olyan dolog, hogy mindenki észrevette azt, hogy mi a feladata. Mindenki átgondolta azt, hogy ő hogy tud hozzátenni a csapat munkájához, és mindent alárendelt. Most ez az utolsó 7 hét, amikor együtt voltunk 7 hétig egy felkészülésben, mindenki tolerálta a másikat, félretette az ügyes-bajos dolgait, és csak azt néztük, hogy sikeresek legyünk az EB-n. Tehát nem volt egy rossz hanga vagy összeszólalkozás az edzőtáborban, jó hangulat volt, végig segítettük egymást, és ez a hangulat annyi pluszt adott még a pályán is, hogy ilyen eredményt tudtunk elérni. Itt hány szürke gatyád van egyébként? Mert hogy itt mindenki szürke gatyában szurkolt 2 hétig, és az ország szürke nadrágba vonult, és mindenki a 40 fokban szürke melegítőben vonult, de elképesztő, nem tudom ezt hozzád mennyire jutott el, de otthon tévé előtt Facebookon mindenki posztolt képeket, mindenki mindig szürke nadrágban van. Van-e Kínában az Adidasnak egy olyan gépsor, ami csak neked jár? Ez tényleg komolyan kérdezem. Mekkora szettet viszel ki ilyenkor magaddal? Tehát van 3 darab, amit mosol, vagy van 30 darab, és mindig szürke, de mondjuk vadi új van rajtad. Hát én személy szerint ugye 3-at viszek ki, de viszont a szertárosoknál szintén van egy készlet, az szintén olyan 5-10 nadrágig terjed. Ugye itt figyelni kell arra, hogy több edzés is van, esetleg szép szakad egy-egy nadrág. Ugye a válogatott sportszergyártója által gyártott nadrágot kell használni, tehát az is egy szabály, úgyhogy igazából ezért nekem volt egy speciális anyagból készített, egy nagyon vékony anyagból készített szürke nadrágom, amit az eső miatt és a meleg miatt is hasznosnak tartottam, hogy kivigyek az EB-re, és használjak. Tulajdonképpen miért és mikor akad be neked ez a dolog? Tehát, hogy valaki esetleg nem tudná, azért ez egy 1000 éves sztori nálad, tehát már évtizedek óta ebben a nadrágban, illetve nem ebben, de így Maci alsóban vécs, hogy ez mikor akad be, és miért? Hát ez 96-ban kezdődött, tehát 20 éve pontosan. Ez egy, gyorsan megpróbálom elrövidíteni a történetet, Szombathelyen indult, hogy akkor én NB1-be vettem már Szombathelyen, és volt egy ilyen malőr, hogy az egyik melegítő nadrágot nem mosták ki, és másnap következett a mérkőzés, és nem volt más, mint szürke nadrág, és onnantól kezdve megkezdtünk egy olyan sorozatot a haladással, azt hiszem 8-9 mérkőzésen veretlenek voltunk, és bebiztosítottuk magunkat az első osztályba, és én azt gondoltam, hogy na, ez szerencsét hozott ez a nadrág, akkor menjen tovább, és utána én Németországba is magammal vittem a Hertával. Első évben a Herta bent maradt ugye az első osztályban, második évben bajnokok ligás helyezést értünk, bajnokok ligájába legjobb 16 közé mentünk, tehát folyamatosan fölfelé mutatott az ív. Utána ugye Premier Liga szintén, ott is védtem. Tehát ez folyamatosan ment, és amikor a Premier Ligába eljutottam, akkor azt mondtam, hogy most már 30 évesen nem akarok már változtatni, most már ez így marad ebbe a pár évre, úgyhogy ez így alakult ki, úgyhogy én már 20 éve használom. Erre a pár évre az mennyi még? Hát még egy éves szerződésem van a haladással, de ugye én mindig a feladatot látom magam előtt, a munkát, az, hogy most hány éves vagyok, az egy dolog. Kicsit a hajamon talán lehet látni, középen borotválom, azért egy kicsit hiányos, de igazából ezen kívül nagyon nem mutat az öregségre semmi. Természetesen a regenerációban azért nekem hosszabb időre van szükségem, mint mondjuk fiatalabb kollégáimnak,
de ezt már 5 éve tolerálják az edzők, akár külföldön, akár Magyarországon, és minden edző azt tartja fontosnak, hogy a mérkőzésre legyek top formában, hiszen ott kell teljesíteni, de én ugyanúgy az edzéseken is ott vagyok, ugyanúgy dolgozom, tehát ugyanazzal a hozzáállással, nem tudom még, hogy meddig tudom ezt csinálni. Tehát akkor ezt még nem döntötted el, hogy akkor most lemondasz-e a válogatottságról, vagy nem? Ugye téged is a Gerát hoztak hírbe, hogy ti még gondolkoztok azon, hogy hogyan tovább. Hát igen, azért a korunknál kifolyólag, illetve a korunk miatt azért nem mi vagyunk a jövő reménységei, a fiatal tehetségek. Tehát meglátjuk. Tehát ez is úgy volt, ez az EB, hogyha tudunk segíteni, meg ha tudunk teljesíteni, akkor abszolút megyünk és jövünk. Meglátjuk, hogy a jövőben ez hogy alakul. Hát igen, ebben a korban már ugye 40 év körül az ember már föl kell 2-3-szor pisilni, legalább be tud takarni a dzsudzsit, meg hogy most tudni, hogy alszanak-e. Minden szobában leoltották-e a lámpát, nincs esetleg Facebookozás a paplan alatt, érte. Kicsit betakargatod őket, és utána visszamész aludni. A fontos, már én is tudom, 3-szor kell a készaka. Filc talpú legyen a papucsot, hogy ne zavarod a többieket a csosszakással. Figyelj, de egyébként a belga meccse már az elején láttad, hogy kicsit talán gond lehet, vagy máshogy játszotok, vagy baj van a taktikával, vagy a fiúk fáradtabbak? Tehát arra gondolok, hogy te a kapuból egyébként mennyire érzékeled azt, hogy ez most nem az a lendületű meccs, vagy nem az az energia meccs, mint ami volt előtte. Hát kapusként rögtön ezt érzed, hiszen hátulról látod a csapatot, hátulról látod a 10 játékost, hogy milyen pozícióban vannak, és már az elején lehetett látni, hogy koncentrációban kicsit fáradtabbak vagyunk. 4 naponta voltak mérkőzések, utazás, ugye éjjel utazgattunk vissza mérkőzés után a bázisunkra, tehát utána a regenerálás, másnap már készültünk a következő mérkőzésre, és ez azért hetekig nem olyan egyszerű. Igaz, a keret is nagyobb, tehát 23-an voltunk ugye a keretben, de visszatérve a kérdésedre, igen, látja az ember, próbál is segíteni hátulról, de amikor már látod azt, hogy nehezebb, mert mondjuk a játékosok koncentrálnak ugye a labdára, a pozícióra, az ellenfélre, utasításokra, stb., akkor már nem mindig szokott úgy működni, ezt lehetett látni. Hát sajnos ez így sikerült. Én azt gondolom, hogy ha még egyszer játszanánk a belgák ellen, azért biztos, hogy másabb lenne. Tehát lehet, hogy tudtuk volna játszani a korábbi játékunkat. Ez egyszerűen én azt gondolom, hogy a fáradtság számára lehet írni. Hát meg egy kiváló csapat azért, szóval nincs miért szégyenkeznetek, igen. Jött egy-két kérdés hozzá, Gabi, nem is egy-kettő, nagyon sok. Azt írja, hogy hallgatod, hogy általános iskolában jártunk jó pár év különbséggel Gabival együtt. A kellemes fröccsagú Petya bácsi volt a tesi tanár. Mindig azt mondta nekünk, hogy Király Gabi is nálam kezdte, igaz, akkor még csatár volt. A kérdés az, hogy igaz? Közel 20 éve várom a választ. Áron kérdezi. Szag igaz, vagy a csatárság? A Petya bácsi és az ő történet, illetve a csatárság, ez igaz? Te emlékszel? Petya bácsi tornatanárunk tornatanár volt. És ugye én 5 éves koromban kezdtem el először focizni a Haladásban, és annyira még pici voltam, hogy nem mertek a kapuba beállítani, hát ha a fiúk kicsit erősebben rúgnak, és esetleg valami történik a kezemmel, és én is kint játszottam mezőnyben, szeretek kint játszani, a mai napig, ha szükség van, akkor kint játszok, ez akkor szokott előfordulni, amikor 3 kapus van, és van egy játék, és mondjuk páratlan a csapat, akkor általában a kapusok felváltva be szoktak szállni a mezőnybe játszani. Tehát a mai napig szoktam én mezőnybe játszani, de életettem a voksomat a kapus szakma mellett. Na, hát, akkor ez igaz ez a történet, igen. Gábortól kérdezném, látott-e a toulouse-i meccsen? Ott voltam a kapu mögött az első fél időben. Én láttalak, és örök élmény volt az összes védésed. Robi kérdezi. Mondd, hogy te is láttad. Természetesen is vissza is integettem, ha jól emlékszem. Igen. Nagyon szimpatikus sorás volt. Figyelj, Bernstorff miben volt más, mint az előző edzők? Tehát hogy tudta ő, és nyilván már ugye ez a dárdai öröksége is részben, ha lehet örökségről beszélni néhány meccs után, de hogy miben tudott benneteket ő így összekapni és ennyire egységbe kovácsolni, amit azért előtte hosszú éveken keresztül nem láttunk a válogatottnál. 18 évet töltöttem külföldön, és számomra ez nem volt új. Az, hogy mindenkinek megvan a feladata, tehát senki nem nyúlt át a másik feje felett, hanem mindenkinek meg volt szabva a feladata, és azt teljesítette. És ezt azt gondolom, hogy a norvég meccsen lehetett először látni, hogy mindenkinek saját magával kellett foglalkoznia, saját maga teljesítményét kellett minél jobban prezentálni.
és ebből, hogy mindenki jól csinálta a dolgát, ebből jött össze a csapatmunka. Tehát, erre igazából tudott ráerősíteni, vagy ezt hozta igen, ki belőle. Mellette ugye a hozzáállás, tehát az a német féle mentalitás, hogy mindegy, hogy mi történt, a következő feladatra kell koncentrálni, amit én ugye megtanultam a pályafutásom alatt, de ugye páran a válogatottból még nem játszottak külföldi csapatokban, tehát őnekik ez lehet, hogy újabb volt, de nagyon jól reagálta mindenki le, hiszen a csapat érdekében mindent meg kellett tenni. Nagyon szimpi a Pali, ugye mi nem ismerjük személyesen, de amilyen kisugárzása van, meg ahogy irányít benneteket, meg ahogy izgul, meg egyáltalán ahogy motivál, ugye, szóval szenzációs szerintem nagyon. Szimpatikusnak tűnik. Igen, meg ő nem nagyon szagolgatja magát, mint más néhet. Ez nagyon szimpatikus. Vagy nem szotyízik, és nem káromkodik, mint néhány előző elődje, aki Magyarországról. Nem csulázik el a 11. Itt kell lehet látni például köpködni. Már ez ugye igen. Magyar edzői vonatkozásról szintén nagyon szimpatikus azért így. Igen. Figyelj, egy melegítő gatyát nem kunyízhatunk el tőled véletlenül? Megmondom miért, mert van egy Zsuzsi mezünk, amit már kisorsoltunk, és hát egyszer meg vannak őrülve mindenféle EB csapatos relikviákért a hallgatók, hogy egy ilyen kicsit szakadt, kicsit füves, kicsit belga izzadságos, kicsit meggyötött melegítőt nem tudsz valahogy hozzánk eljutatni? Az se baj, hát tényleg fűnyomok vannak rajta és használ. Tehát... Beszélhetünk róla, átküldöm akkor a bankszámot. Hát van a következő mondatom, hogy meg is vesszük, tehát mindent a hallgatók, én állok nekik egy ilyen szürke melegítőt. Akkor azért hogy adják? Egy hivatalos tanúsítványt is kérünk belőle, hogy a legényfoltok tőled származnak. Egyébként minél használtabb, minél füvesebb, ha van rajta igazi EB fű, nekünk annál jobb. Tehát még jobban örülnék neki. Jó. Megnézem, hogy van-e ilyen. És akkor küldöm, jó? Jól van, oké. Okay. Na, hát... És ha egy 100 literes villanybojleret lenne. Az a Janinak kéne ott arra. Figyelj, én látom az SMS falat, ha nem próbálunk ilyet szerezni, meglincselnek bennünket. Szóval itt vérmes rajongók vannak, akik mindenféleképpen szeretnének egy ilyen szürke melegítő nadrágot. Jó. Jól van, Gabi, gratulálunk neked még egyszer az egész csapatnak. 9 után jön hozzánk a Zsuzsi is, úgyhogy majd vele is beszélgetünk. Reméljük, mi még azért hosszú ideig láthatunk téged. Nem kiszorítva az utánpótlás, de bízunk benne, hogy azért még 1-2 évig úgy döntesz, hogy maradsz és védesz a kapunkban, úgyhogy mi drukkolunk. Jó? Köszönöm szépen. Mennyi pihenőd van most, egy utolsó kérdések? Hát tegnap már kint voltam a haladás edzésén, még nem edzettem, de már a következő feladatot látom magam előtt, ugye kezdődik a bajnokság. Alapoznom most már nem kell, talán egy EB után, de ugye ugyanúgy vannak feladatok, ugyanúgy teljesíteni kell, és én már mikor felültünk a gépre Franciaországban, akkor én nekem már az volt a fejemben, hogy hogyan tudom szépen felépíteni a haladásnak, illetve a haladás érdekében, úgyhogy most ezen dolgozom. Ahogy említettétek az elején, nagyon sok média érdeklődés van, úgyhogy de én mindenképpen a munkámra szeretnék koncentrálni, hiszen ezt tudom a legjobban. Gabi, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Reméljük, még sokáig látunk. Köszönjük szépen Király Gábornak. Köszi, ciao, hello. Végtelenül szerény, szimpatikus, ugye? Ja, hát úgy kell kicsalogatni belőle minden egyes mondatot, mert nagyon, nagyon kis szerény. Ja, mert ezek, hogy 20 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy egy kis ideig még jártam. Igen, nagyon helyes. Nagyon helyes, Pali. Na, van egy szürke melegítőnk akkor. Nagyon jó. Magamnak kértem, ne nyaljátok a gyakorlatoknak. Egy kicsit ezt elrakjuk, a gyerekem megöl, ha nem viszek az egész szürke melegítőt. Egy táska, érted? Gyerekek, tudjátok. Minden, innen, onnan, mindenhonnan kérünk. Hát jövőre megy a gyerek iskolába, hát normálisan kell kinéznie. Miben fog védeni? Ő is kapus akar lenni. Miben fog védeni? Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na, hozzánk pedig megérkezett Zsuzsák Balázs. Hello, Balázs! Jó reggelt! Kívánunk, hello! Ciao. Hallgattál minket útközben? Útközben, igen, itt a végét elkaptam, hogy már vártok. Meg tudtál állni egy benzinkúton? Még nem. Nem a tankolás, hanem hogy elmenjünk, mert mondtuk, hogy hát itt olyan állapotok vannak, lehet, hogy jobb, ha ott nézel. De úgy kellene. Ez az első utam oda lesz, kicsit izgultam, de tényleg. Hát, hogy jobb lenne, ha elmennél Budira, mert itt szörnyű állapotok már vannak. Már bemelegítettem, mert aláírattam vele a MESZ-t, bejött hozzánk a szerkesztőségbe, körbenézett, megtántorodott, adtam neki mondhatni háborús körülmények között rádiózunk. Na,
mondjuk a hallgatóknak, hogy ők nem is tudják, hogy itt őrület van, mert hogy Csabi megérkezett a saját gyerekeivel, akik szintén fotóznak, futballoznak. Laura behozta őket, és a két gyermek hát megszeppenbe állt Balázs mellett. Nagyon nagy. És mindenki próbál fotózkodni. Nekünk ciki a Csabi, ne haragudj. Na, hát gondolom most már kezditek érezni, hogy mi volt itt az elmúlt 2-3 hétben, nem? Most, hát, nagyon kemény. Tehát azt mondom, hogy eleve úgy, ahogy értesültünk azokra a dolgokról, hogy körút megállt be miattunk a buszok, villamosok, tehát tényleg csak köszönni tudjuk, és sajnáljuk egy picit, tehát mi is úgy voltunk, hogy vége lett a meccsnek, és akkor de jó lenne most hazajönni. Ugye itt is szeretne, ott is szeretne lenni az ember, úgyhogy tényleg hihetetlen érzés volt, hogy ezt egy futballista, úgymond meg egy futballcsapat ugye hosszú után először ki tudta váltani itthon, és arra vagyunk talán a legbüszkébbek, hogy mutattunk egy olyan egységet, amivel azt mondom, hogy nem akarok nagy szavakat, de szerintem talprájtottuk ezt az országot, és egy picit közösen élhette meg mindenki ezt. Hát erről mi nagyon sokat beszéltünk, igen, hogy azért hányatott sorsú ország vagyunk, de valahogy most is sikerült egyfajta ilyen egységet bekovácsolni az országot, emberek ölelgettek embereket, idős nénit átengedtek dudálás nélkül, most már kicsit eltúlozva, fiatalok fogták meg idősek szatyrát és vitték át a zöld lámpánál, szóval hogy itt valami olyan szeretet volt, amit nyilván ti is kint éreztetek, hiszen azért kint is rengeteg magyar volt. Persze, hát fantasztikus volt, tehát ugye én csak azokat tudom, ami személyes tapasztalat, ugye anyáik nekem minden meccsen ott voltak, és ők mondták azt, hogy ugye Marseille-be, hogy Balázska 13 ezer emberre sétáltunk, tehát de tényleg ők olyan, mint itthon az Andrásin sétáltak volna 13 ezer szurkolóval, semmi balhé, tehát nem azért jöttek, hanem tényleg olyasfajta hangulat volt, amit nekünk is mentünk a meccsre, és mindenhol piros-fehér zöldet láttunk. 35 ezer ember volt már szebben, tehát tényleg hihetetlen elmondani, és ahogy kimész meccs előtt, ahogy megtapsolnak, ahogy egyből elkezdik a himnuszt a meccs végén, tehát tényleg annyi élmény van, hogy tényleg kell idő, még ezt feldolgozzuk, hogy mi volt megnyitőtében. Hihetetlen. Hát, de milyen jó, hogy azért ti már azon generáció vagytok, akik ezt át tudjátok élni. Nem? Hát minden futballista tulajdonképpen azért kezd el focizni, mert valahol erre vágyik, hogy egyszer egy ilyet megtapasztalhass. Hát igen, igazából itt azt mondom, hogy azért sikerek benne vannak, de viszont az, hogy én mindig arra voltam, úgymond, hogy tényleg ezt a válogatottal egyszer megérni, és a magyar ember ugye mindig akárhol játszottam, mindig jó, kint jó, vagy képen kint rossz, de itt van a válogatottban nem, de itt nem rúg annyit, ott nem rúg annyit, tehát ugye mindig meg volt az, persze, hát magyar embernek mi kell. Igen, azért úgyhogy, te kaptál rendesen. Igen. Na, nem is igen. Az a baj, mert ez evidens, ez hozzátartozik, de az, hogy tényleg ez a nemzeti címeres mezben megadatott, ez azt mondom, hogy abszolút megduplázza ezt a dolgot, és ezért veszi így mindenki ilyen szinten érzelmessé. Hősök tere milyen volt? Jó volt? Nagyon jó volt. Nagyon sokan összejöttek, úgyhogy az is nagyon jó volt. Tehát ugye is ilyen spontán, ahogy hallom, 2-3 órát leszervezve, úgyhogy hétfőn 6 órakor ennyien kijöttek, az is fantasztikus, és azt jelzi, hogy tényleg káosz lehetett az országban, meg a városokban. A nézését meg a járását külön szerettem. De rakoncai visszajöttem, zongorázottam a színpadon. Az egy ilyen indulótok, nem a válogatottok belül? Hát inkább belül. A meccs utáni ugye az örömnek a pillanatai, aztán ugye a norvég meccs után az Imi bejött az öltözőbe, és onnantól kezdve, tehát ő mindig jelen volt valamilyen szinten az öltözőbe, csak hogy így, hogy most meg tudott jelenni, így meg aztán pláne életűbb. Igen, azt tudom, hogy az öltözőben nagy ünneplések vannak. Na, egy kicsit mesélj nekünk olyanokról, amit mi nem tudhatunk. Milyen volt az edzőtábor, bárhol laktatok, ugye, álltok elképesztően jó körülmények között, mit csináltatok, hogy pihentek, ki megy el legkésőbb aludni, kit kell lefektetni, ki az, aki renitens, hányan vagytok egy szobába, hogy kell ezt elképzelni? Most azt mondom, mindenki egyedül lakhatott. Én azt mondom, ezt a kapitán nagyon jó kitalált, és nagyon jó átgondolta azt, hogy ugye azért, ha úgy nézzük, május 7 óta folyamatosan együtt voltunk. Tehát ez két napos megszakításokkal is sok. De viszont nagyon-nagyon jól éreztük, és ez volt szerintem az egyik alapja, hogy szinte csak a reggeli ebéd vacsoránál találkoztunk a játékosokra egymásra, vagy úgymond a masszázszobába. Tényleg hihetetlen, nagyon-nagyon szép hely volt, egy ilyen golfcentrumban voltunk, bungalószerűségekben laktunk, és ugye golfkocsikkal mentünk éppen, ahova szerettünk volna eljutni, mert azért nagy volt a távolság. Nem, hát úgy, vagy lehetett hívni, vagy sétálsz éppen ki mit választott, úgyhogy ez adva volt. Mi játékosok nem vezethettük, ez az ki volt adva, hogy az ember is. Nem volt, viszont a hotelen belül egy ilyen quad, és akkor kimentünk az erdőbe csapatni, és ott tényleg balesettől kezdve kerékkitörés, tehát ott mindenki kiélte magát, és ez nagyon-nagyon jól sikerült. Aztán tényleg úgy... Három ősz hullott el. Ő is volt, azt mondták, hogy másik brigádban volt, mert úgy volt, hogy aki meccs után játszott, az másnap reggel ment, a többiek azok edzettek, és ugye ő abban a csoportban volt, akik edzettek, úgyhogy belünk csak másod edzők jöttek.
De aztán mindig fakultatív volt a reggeli 10-10.30-ig, attól függ, hogy éppen hogy játszottunk, vagy hogy volt meccs, és általában délután voltak edzések, egy 5 percre voltunk busszal a szállás, vagy a pályától, folyamatos rendőri kísérlet, tehát nem úgy volt, hogy kitaláltuk délután, hogy na, akkor most nem 5-kor edzünk, hanem 3-kor, hanem tényleg olyan fajta biztonság és szervezettség volt az egész, hogy egy-egy edzésünkről 150 ember tudott, tehát ez rendőröstől a pálya gondnokig, tehát nem lehetett úgy, ugye a kapitány híres arról, hogy szeret úgy dolgokat megváltoztatni, hogy oké, akkor most mehet az egyik brigád, a másik meg majd, hogyha lefutott, és ez most abszolút nem így működött, de ezt abszolút a csapat akceptálta, és folyamatosan tényleg nyugodt volt az egész pillanat, tehát ez volt az alapja annak, hogy semmi stressz nem volt, és ki tudtunk kapcsolódni, és nem arról szólt, hogy görcsöljünk, és mikor lesz már meccs. Úgyhogy hát a lefekvés az mindenkinek saját magára volt bízva, ugye 11 óra az, ami meg van adva. 11 órakor takarodó? Tehát ki van mondva, hogy el kell menni aludni? Igen, akkor nem lehet úgy nyilvánosan mutatkozni, most addig lehet masszíroztatni. És akkor kapitányot bekopok, hogy nem. Mert ott járkál a folyosón, és kiabál émetül, hogy aludj, aludj. Vacsora után őt nem is látjuk, úgyhogy ő nem, ő abszolút ugye csinálja a dolgát, aztán a játékosra van bízva. Ketten vagytok egy szobába? Nem, most egyedül volt. Aha, mert máskor nyilván falaznátok egymásnak. Igen? Hát azért ez elképesztő lehet. Én láttam ezt a dokumentumfilmet, amit a TV2 adott le rólatok, éveken keresztül forgott veletek egy kamera. Én nem is tudtam rólad, hogy te ekkora szónok vagy. Hogy ilyen erővel, ilyen mentalitással, ilyen szónoki képességekkel löktette ki például ide a Groupama Arénába a csapatot, ugye az utolsó meccsetekre. Ez számomra teljesen meglepő volt, nagyon tetszett. Nem ismertem ezt az oldalat. Igen, hát ezért is örülünk, hogy azért mi futballisták máshogyan látjuk ezt, tehát azt mondom, hogy és most ez nem negativitásból mondom, tehát ez abszolút lehetett volna még jobb is, hogyha több dologba beleengedjük a nézőket, de ennek is örülünk, mert ugye persze az ember mi csak azt látja, hogy kifutjunk a pályára, aztán vagy tapsolunk, vagy szidnak bennünket, de viszont az, hogy tényleg ez bánt minket ez a dolog, vagy éppen hogy éljük meg ezt a sikert, vagy éppen mi folyik egy meccs után, egy meccs előtt, az jó dolog, hogy ezt láthatták, meg az, hogy ez tényleg nem úgy volt, hogy jó, akkor várjunk még egyszer egy taktika, hanem ez ide beültek a sarokba, tényleg abszolút beleolvadt a brigádba. Jó, tetszett, kifejezetten jó és, volt látni. És másodjára már sokkal jobban tetszett mindenkinek, úgyhogy örülünk, hogy tényleg ennek is ekkora sikere volt, meg azt, hogy látták, hogy azért tényleg volt kontraszt csapatok. És között. Ez a szónoki véna, ez egy ilyen spontán dolog, vagy készülsz? Megnézed minden héten háborút háromszor egymás után? Nem, hát ez mindig, alapul is van ugye egy videózás, ezt mindig általában úgy fejezünk be, hogy valamivel lezárjuk, vagy egy közös csapatképpel éppen, amiről mi nem tudtunk, hogy arról képet csináltak, és pont látszik, hogy a csapat együtt van, vagy pedig ugye egy-egy videót összevágnak, vagy épp volt olyan, hogy ugye akár más sportágokból üzentek nekünk emberkék, és azt játszották be nekünk, úgyhogy mindig volt ilyen. Nem, hát ez épp, hogy a pillanat adja, vagy ahogy én látom az egész hetet a brigádnak, hogy állunk, mennyire kell motiválni, de hát ez általában nem is a motivációról szól, hanem tényleg egy ilyen utolsó 10-15-20 másodperces kis beszéd, aztán pörgessük magunkat. Utólag az ember lepörgeti magába, hogy mi van, ha kikapunk a portugálokkal, és akkor nem a belgákkal játszunk, hanem akkor jöttek volna ki, akkor az angolokkal talán. Nem, ugye? Az a baj, hogy az Izland nyert, így mi csak rosszul járhat. Tehát úgymond csak harmadikok lehettünk volna, mert aha, ugye akkor megelőztek volna bennünket, mert több pontjuk lett volna. Persze, hát lett benne. Pörög az ember ezen utólag, hogy mi van, ha így alakul, mi van, hogy alakul. Hazaértünk, és láttuk, hogy Izland ugye tovább jutott. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy egy csoport elsőként mi megkaptuk a világbajnok, vagy a világ ranglista helyezett második csapatját. Igen, picit előre szaladtál az időben. Azért ez annyira nem volt igazságos, szerintem. Az meg megint nem igazságos szerintünk, tehát ugye játszottunk velük, hogy ez az Izland, ez tényleg 8 között van. És ezt nem nagy képűségből mondtuk, de nagyon-nagyon rég játszottunk, azt mondom, ennyire enervált és gyenge csapat ellen, mint volt ez az Izland. De hát sajnos hát ők tovább bírták, mint mi, úgyhogy nyilván egy picit ilyenkor fáj a szívünk, de hát... De utólag ezen már nem szabad. Hát utólag ezen már nem. A belga meccsen érezted már az első percek után, hogy valami nem úgy megy, ahogy eddig? Hát azért ott látszott... Elképesztő gyorsak, szóval, hogy egy hihetetlen. Igen, az is látszott, hogy azért volt a csapat közt sebességbeli különbség, tehát ez volt, ami talán a legnagyobb különbség volt. Valamint az, hogy...
nem is az, hogy elfáradtunk, hanem tényleg nem úgy jöttek a passzok, és koncentrációban szerintem nem voltunk úgy. Picit be is pánikoltunk, ugye ettől a gyors bekapott góltól, nagyon-nagyon rég kaptunk, ráadásul rögzített szituációból gólt, ami az plusz egy meccs közben egy ilyen letargiát okozott a csapatnak. Aztán utána pedig már utólag mi is beszéltük, hogy 2-0, amikor azt tényleg az belül azért érezzük, hogy vége ennek a meccsnek, hogy vissza kellett volna állni, és ne az legyen, hogy na beleszaladtunk egy négyesbe. De viszont így megint azt mondom, hogy ott voltunk, és az, hogy beküldtünk minden csatát a pályára, mentünk előre, 2-0, 3-0 után is voltak lehetőségeink, és abból lett a gól, hogy mi adtuk el az ő térfülükön a labdát. Én azt mondom, hogy az pedig azt bizonyítja, hogy tényleg már nem úgy volt, hogy jó, akkor ússzuk meg kettővel, és tapsoljanak meg minket még jobban. Az, igen, az még aztán a végén is nagyon szinti volt, hogy nagyon hajtottatok. Tényleg nem számított. 1-0-nál még azt mondom, voltak lehetőségeink, ott kellett volna pontosabban. Azt mondom, azért több volt ebben a meccsben, tehát a csapat nem így nézett ki. A fél időben mi történik egyébként? Jön a Benstork, és átbeszéltek dolgokat, vagy ott mindenki fúj egyet, pihen, megbeszélitek egymással, és mentek is vissza. Na, nem egy hosszú idő. Igen, hát itt általában ugye van egy ilyen, azt mondom, 2-3 perces ilyen fújás-ivási idő, vagy éppen, hogyha valakinek valamit rendbe kell tenni, sérülés, vagy bármi. Aztán onnantól kezdve jön a kapitány, elmondja az észrevételi valóját, és utána pedig mi játékosok ugye egymásnak elmondjuk, hogy akkor mit, hogyan kezdjünk. Itt elsősorban itt a kapitány is, meg én is többek között, meg a rutinosabb játékosok, azt hangsúlyoztuk, hogy higgyük el tényleg, hogy most oké, hogy gyorsabb egy játékos, de viszont, hogy legyen meg az az egységünk, ami ugye az előző 3 meccsen megvolt, és sikeresek voltunk vele, meg egy picit tényleg, mondd, hamarabb feladtuk a kelleténél, de így is minden elismerés, minden tisztelt a csapat tagoké, mert tényleg az utolsókig küzdöttünk, úgyhogy ez már... Azt mondja a németül, hogy törd el a lábát. Biztos, hogy volt ilyen, egy-két pillanatban lehetett volna. Igen. Ott felindultságból van beszólás a másiknak, mondjuk egy ilyen fél idejös beszélgetés? Nem? Hát előfordul, de hát ez se úgy, hogy egymás torkának ugrunk. Nyilván persze van, akiből máshogy jön ki feszültség, de ezt abszolút ugye tudjuk kezelni. Meg megvan az, hogy ki az, akinek úgymond lehet, vagy ki az, akinek kell, hogy szóljon egy Király Gabi, egy Gerzson, tehát neki kell, meg nekem is. De nyilván ki, hogy érzi, vagy éppen amit látunk, ugye általában mindig a tengelyekre van osztva a kapus, hátvéd és középpálya, amit látunk, ugye. Úgyhogy igazából ez így szokott zajlani. Ronaldóval mi a tapasztalat? Ugye a hisztiket láttuk egyébként, meg szerintem közben egy halálosan emberi pari. De tényleg így van amúgy. Tehát van egy kép róla, de közben azért láttam a filmet róla, meg különböző videókat, közben egy halál normális pari. Nem, meg a meccsen is. Normális? Tehát abszolút azt tudtuk elmondani, meg én is, amit személy szerint tapasztaltam, mind meccs előtt, meccs után. Gratulált a csapatnak. Tényleg, tehát semmi olyan jelét nem mutatta, hogy ő akár lenézne bennünket, vagy játékosokat, vagy máshogy kezelne. Tehát tényleg... Azért az menő, hogy kettőt lőttél, nem? Szóval amikor azért az ember ezt így látja másnap az újságban, vagy úgy megy le az öltözőbe, hogy kettőt lőttem, Ronald, ő is kettőt. Szóval azért ezt én így elgondolkoztam, hogy ez egy életérzés, nem? Egy olyan meccsben ott lenni, ahol jönnek utánunk folyamatosan, ugye? Mert mindig mi vezettünk, hogy jól emlékszem, ugye? Hogy 1-0, 1-1-2, ez végig így mentünk. Én Spanyolországból néztem egy olyan helyen, ahol egyébként mindenki a portugáloknak drukkolt, szörnyű volt, csak mi kiabáltunk. De hogy te is kettőt, ő is kettőt, hát azért ez... Ja, hát fantasztikus volt, hát ugye... Dobtál egy puszítást a tükörbe magadnak? Nem volt ilyen? Ne, hát nem is úgy, hanem anya volt kint, és... Így lefeküdni, aludni, hogy ő is kettőt, én is, hát azért ez még lefelé mész, mutatod, hogy kettőcske, hát a csávot megette a fene. Nem, hát itt a csoport elsőségen volt a hangsúly, de nyilván persze, tehát anya megvárt a meccs végén, aztán ő ugye nyilván ezt máshogy dolgozta fel, meg a hozzátartozók, úgyhogy azért volt bennem is egy olyasfajta ilyen érzelmi kitörés, de ez azt mondom, ez teljesen normális, úgyhogy nagy dolog, hogy ne lenne nagy dolog, hát a világ egyik, hanem a legjobb futballistája, úgyhogy tényleg az alatt a meccsről, vagy arról a napról egymásról szóltak a dolgaink, úgyhogy fantasztikus dolog, hogy versenyben tudtam lenni, meg igazából meg tudtam mutatni azt a kvalitást, amit várnak tőlem. Na, egy-két kérdés, mert nagyon, nagyon sok van. Láttad-e a hisztis mémeket, kérdezi egy hallgatát, akkor ezt meg is kérdeztük. Igen, azt mondja, Balosod nagyon jó tanítani kéne, írja nekünk egy hallgató. Mondjátok meg, Bazsinak irány a Hertha. Nem? Folyamatosan játszani fogsz, sokat elérhetsz a Palival együtt. Hajrá, magyarok! Zsolti, ez akár egy kérdés is lehet, hogy hogyan tovább? Tudod-e már? Hát még egyelőre nem, ugye tegnap előtt érkeztünk, aztán ugye tegnapi nap folyamán lett volna egy megbeszélés, amit mára tettünk, hogy mi zajlott itt az elmúlt egy hónapban. Ugye én nem is beszéltem a menedzsmenttel erről a dologról, és mondtam, hogy nem is szeretném, hogyha értesítenék bármiféle dologból, hogy mi, hogy lesz. Azt tudom, hogy onnan, ahol most vagyok, onnan természetesen szeretnék távozni, nem azért, mert annyira rossz választás volt. Eleve most azok is aggasztanak, hogy tegnap ugye megint robbantás volt. De az, hogy mi lesz, nyilván azt se titok, hogy nagyon-nagyon szerettem volna már tavaly is a Palihoz menni.
az ő hívása számomra mindig megtisztelő, úgyhogy ő az biztos, hogy akármikor szóba jön ez, akkor prioritást élvez. Hát a te esetedben még azért mindenki azt várja, hogy legyen még azért egy olyan csapat, ami valóban élmezőnyben van, ami akár tényleg a Bundesligában van, Európában van, hogy a te karrieredben, a te pályafutásodban még benne kell lenni egy ilyennek. Nem, hát nagyon remélem, hogy benne hogy is lesz. Nem valahol levezetsz, hanem még azért van egy top csapat, ahol tudnál játszani. Na, hát nagyon remélem, most biztos vagyok benne, hogy ez a szereplés, meg ez a teljesítmény, ez elég volt arra, hogy onnan eljöjjek, és ugye feljebb tudjak lépni. Én azt mondom, hogy persze, nyilván ezt is máshogy látják mindig az emberek, hogy na, megint elment törökbe, mert ott többet. Én mondtam a Palinak, hogy, és ez most megint nem a megjátszás része, mondom, Pali, egyet írjatok le egy papírra, hogy 2 kapucsinót kapsz, csak mondom, legyen leírva. És ugye én úgy jöttem el kintől törökbe, és mikor tárgyaltunk, hogy mondom, Pali, figyelj, miattad 72 órát kértem, úgymond, de tényleg sürgessük meg azt a dolgot, hogy tudjuk meg, hogy mennyire lehet nekem kívánom. Ugye augusztus 31-én vége lesz, tehát valami, és ugye ő volt az, aki visszahívott egy vasárnapi nap, hogy figyelj, Balázs, nem tudjuk bevállalni, úgyhogy ha megvan ez az ajánlat, akkor fogadjam el. Tehát én mindig mondom, hogy én mindenhova mennék, meg szívesen játszanék én a Real Madridben, de ahova nem hívnak, oda nem tudok menni. Tehát legyen valami konkrét. Ha nincs konkrét, akkor úgy persze beszéltünk bármiről. Azt mondja, hogy elcserélted volna a mezedet Ronaldóval a portugál mérkőzés után, vagy inkább megtartottad a saját mezedet magának, amiben 2 gólt is rúgtál a meccs során, kérdezi egy hallgató. Igen, hát én azt mondom, hogy én mindig úgy voltam, hogy soha nem voltam ez a cserélős, és másoknak tele van a gardrób, vagy tele van egy külön fal, hogy kivel milyen mérkőzésen cserélt. Hogyha meg lett volna az a szituáció, akkor lehet, hogy elcserélem, persze, miért ne. De viszont nem. Lehet azt mondani, hogy oda jó hozzád valaki, cserélünk, és azt mondta, hogy nem. Volt. Na, van ilyen? Volt, na, mennyi volt, nem, volt. Nem érzem. Nem beszélni. Nem veszem le. Van hogy ilyen? Hogy ettől szebben, hogy majd bent a dressing roomba, tudod, és akkor nem megyek be. Vagy mire bemegyek, addig nem találok. Úgyhogy én ezzel úgy voltam, hogy sokkal nagyobb örömet tudok okozni, hogyha a kilátogatott szurkolóknak kidobom, akik a kapu mögött ugye folyamatosan buzítottak bennünket, úgymond a B-közép, úgyhogy nagyobb örömet is okoztam szerintem, mint akár saját magamnak egy Ronaldo. Ilyenkor azzal cserélsz, akivel akarsz, vagy mindenki a saját posztján játszol? Nem, cserél. Hát ez ahogy most, ahogy odamész, lerohansz valakit, vagy éppen megvárod, míg arra ballag, vagy te ballagsz, vagy ezzel arra. Tehát nincs egy íratlan szabály, hogy nincs, kivel nincs, cserél, nincs, akivel nincs, akarsz. Nincs. Király Gabival akart valaki alsó cserélni? Egy idő után már biztosan. Az ikonikussá vált, igen, szürke melegítő nadrág. Gratulálok Balázsnak és a csapatnak. Balázs, jól lenne látni Olaszországban, nem a Lációban, hanem a Rómánál, Tottival nagypáros lennétek. Lenne kedved ott játszani, vagy spanyol-német foci számodra az újabb kihívás? Hát félig meddig ezt már megválaszoltuk. Hát ezek persze, ezek olyan bajnokságok, ahol bármikor, csak hát ajánlat nélkül nehéz. Konkrét, igen. Mennék én, de nem szólnak. Igen. Azért most mindannyiótoknak megnőtt az ázsiója, nem? Egy picit. Tehát, hogy ezt a világ látta, hogy ez ebben a csapatban van. Minden jók vagytak. Nem jött? Nem tud senkiről, akit így már elkezdtek keresni, és nagyon akarják? Ne, hát én szerintem biztos vagyok benne, hogy most azt mondom, 23 játékosból 10-15 biztos, hogy benne van az, hogy valamilyen szinten megkeresi, és az már onnantól kezdve rajta múlik, vagy éppen a csapaton, hogy sikerül megegyezni. Szerintem 5-6 ember biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó helyre fog kerülni, és nem érzem magam, meg nem is vagyok öreg, de viszont sajnálom, hogy egy ilyen EB mondjuk 25 éves koromban nem adatott meg. Tehát így picit ez bán, de nagyon remélem, hogy így is, amit lehet, ez még egy szintet tudok lépni. Hány éves vagy most, Balázs? 29. Az már idősnek számít? Nem, de hát ahhoz, hogy például most a Nagy Ádi helyében, ugye, aki a Ferencvárosnak a futballistája, 21 évesen tényleg, tehát tudom azt, hogy ő neki szó szerint volt megkeresése a Chelsea-ből, tehát ezek azok a dolgok, aminek ki egy EB, biztos vagyok benne, hogy egy olyan fajta lehetőséget tár az ő jövőjére, ami azt mondom, hogy eddig, vagy ezzel az EB nélkül nem jöhetett volna létre, vagy EB-ben nem jöhetett volna létre, úgyhogy szerintem talán ő neki, a Kádár Tominak, most így hirtelen nekik vannak, szerintem ők kettő, amit én értek hozzá, nekik lesz a legnagyobb lehetőségük, hogy komoly helyre mehessenek. Mi a véleményed a ruszki bíróról? Izabella kérdezi. Nagyon jó mémek születtek fehér bottal a kezében, nagyon szerettem, mi is főrakjuk. Nekem mindig az utolsó pillanat marad meg, mert hál' Istennek oké, hogy egész meccsen kapufa volt, amit ő művelt, de viszont az utolsó percekben ugye volt a szabadrugás, azt alapból a többiekbe akarták fújni, ő viszont kívül látta, tehát
azt mondom, ott azért valami szinte megnyerte azt a meccset nekünk, hogy nem adott 11-est a utolsó percekben is. Igen, igen, meg igen, a Dinamóban hanem... megtanultad, hogy oroszakról vagy jót vagy semmit, hogy nem akarod, hogy ide belebetonozzanak egy frissen egy főtársaságban. Mondta, hogy Balázs, hidd el, hogy mind a három asszisztensem azt mondta, hogy 11-es volt. De ugye, amikor lehet így oda menni a bíróhoz, hát, meccs után, hogy Balázs hidd el? Nem, meccs közben, ugye, addig ott ment ott a cirkusz, hogy most... De ott a beszélgetések azért nem így zajlanak, hogy Balázs, hidd el. Ott ilyen fröccsögő nyállal üvöltöznek a játékosok, majd a bíró pedig küldi el őket. Igen, igen, ez akkor így zajlott, viszonylag akkor nagyon nyugodtan elmondta, hogy ne, hogy 100%, hogy ez 11-es volt, és mind a három megerősítették, és azért is fújta be. De viszont ugye kérdezem én, hogy akkor, hogyha befújta ez 11-es, akkor miért nem volt kifelé falt a Gabival szemben? Ugye látszott, hogy a könyökét lehúzták, úgyhogy mindegy, tehát érdekes volt. Sajnáljuk nagyon azt a meccset, mert az abba volt a legtöbb. Az egy ponton kívül. Velük utána egyébként lehet beszélni? Tehát ha hasonló, ott van az öltözőjük, a ti közösen, meg... hát úgy közösen, hogy a kettő közt, tehát a két csapat közt van, de tudod te is, hogy felesleges ilyenkor, tehát befújtam. Hát, aztán... Persze, akkor már nem tud sőt, csak rosszabbul jár az ember, mert valami olyat mond, akkor még el is tiltatnak. De nem siettetek oda, hogy esetleg egy fogkefejével itt ott megdörgöljetek ezt azt? Hát nincs, hogy meglett az egy pont, vagy így, hogy ugye már kiderült, hogy biztos, hogy tovább jutunk, így azt mondom, hogy feledésbe merült ez a dolog, így utólag persze már lehet róla beszélni, hogy mi lett volna, ha azt nem fújja be, mert biztos vagy benne, hogy hamarabb betalálunk, mint Izland. Hát, de hát ezek a mi lett volna? Persze, hát ezek már teoretikus. Igen, hány nap alatt fogyott el a 240 gombos öltött káposzta? Kérdezi egy hallgató, beszélgetünk anyukáddal, nem tudom, hogy tudod, de tündéri anyukád van, azt kell, hogy mondjuk, hogy egyrészt a szülői SMK vezető tagja, ugye, aki irányítja a többi focista anyukáját, és megy drukkolni, nagyon helyes, a mama nagyon helyes. Most abszolút szerepe mindenhol. Ez tőle nem megszokott, tehát úgy, hogy ugye tőlem elvált, most mondok, éjfélkor vagy egy órakor a stadionból, és akkor reggel látom, hogy 8-szor akkor az egyik tévécsatornában. Tehát, és akkor mama utána, nagyon tolja. Hát mondom, hogy? Tehát, hogy nem alszol, vagy valahogy mi történt? Mert abból ezt nem szerette, de mondta, hogy nem, Balázska, most ilyenkor persze kell, meg muszáj, meg nem akar nemet, úgyhogy azt a töltött káposzta az egy picit hiányzott is, sőt nem is picit, hanem ezt még a Dárdai Palinál kezdtük el, hogy Debrecenben játszottunk a Palival, és ugye hát anyáik persze, hogy bejöttek, és mondta, hogy ugye nagymama küldi, és akkor még csak egy ilyen 20-25 darabot küldött, de ugye ennek híre ment, a Pali rácsapott mindenki, tehát játékostól kezdve azt, hogy senkinek nem jutott, és utána megint volt 5 nap múlva a meccs, és onnantól kezdve már Nagyi folyamatosan 150 emelt az adagokat, és ez folyamatosan így ment a selejtező sorozatok meccsein is, hogy csütörtökön azt tudta a Storkur is, hogy jön a töltött káposzta. Hogy érkezik a 240 gombot. Erről azért mi itt beszélgetünk, hogy ti azért full profi sportolók vagytok, élsportolók vagytok, minden ideje, minden kalória, minden megvan, hadva előre ki van szemben, hogy egy dietetikus mit szólt az, amikor meglátta a 150 emelt? És az átvágott rótkerítést a telkijedző táborról, tudod, a mama bejuttatta a gombócokat. Most a sprinteket hanyagoljuk. Nem, ez által mindig vacsorára van. De nem, tehát ennek senkinek nem volt semmi, sőt, azt mondom, hogy nagyon imádja a magyar ember. Tehát picit sok is volt már, hogy folyamatosan steak, tészta, bolonya és a többi, tehát csirke, és mindig be van egy szisztémárával a brigád, és ez nagyon-nagyon hiányzott, és ugye van velünk egy magyar szakács, akinek mindig mondtuk, hogy egy gulyáslevest vagy, amit lehet, egy kis bundás kenyeret reggelire, tehát ezek azok a dolgok, azt mondom, hogy egy magyar embernek hiányzik, tehát eleve fűszeresebben is főzünk szerintem, mint az átlag. De mákos tésztát egy falatot se. Az is lehet, az is jós, mákos, túlós, ezek megvan. Az már egy régi örökség. Az még a 80-as örökség a tészta. Az már azért elmúlt. Az már elmúlt. Mi van a bajusszal, vagy a szakállal? Ez egyfajta fogadalom volt, hogy nem vágod le addig? Igen, aztán most úgy vagyok, hogyha már eddig kibírtam, én nekem soha nem volt még életemben, hogy ennyi szőr lett volna az arcomon. Látszik is, hogy azért igen, vannak még picit, igen, vannak hiányosságok. Nem, tehát majd meglátjuk most. Hát a szónoki véle meg ez, hát felszaladhatnál most a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjére. Színpadon is voltam a Hősök terén. Ja, megvan minden. Persze, majd foci után ide becsatlakozom. Igen. Egyébként a szövetségi kapitány lelket ápol? Tehát vagytok vele olyan viszonyban, vagy megvannak a csapatban a pszichológusok, akik foglalkoznak veletek, vagy ő kiszúrja azt, hogy a játékos nincs olyan idegállapotban, egy kicsit félreív, kicsit dumál, vagy ennyire azért nem bizalmi a viszony? Mindig megvan az, hogy ki az, akire úgymond, ugye megvan a fejében az elképzelés, hogy ki az, akivel elképzeli a mérkőzés kezdetét, ugye az a csapat, aztán onnantól kezdve, hogyha folyamatosan látja, hogy valaki tényleg azon a meccsen nem kap szerepet, akkor félrehívja, de az, hogy most ilyen óriási beszélgetések, meg eleve nincs is pszichológus a csapat környékén, volt egy időben, de egy csapat szinten más, tehát ugye azért eléggé le vagyunk így a két edzések, a megbeszélések, a videózások, és amikor mindig megkapta volna azt a szerepet, vagy azt az órát, akkor tudod mindenki egy picit így duzzogva, hogy na most megint kell beszélgetni, ugye 23 emberre mindig. Egy kicsit, persze. És ez ugye egy picit rosszul is jött ki az ő szemszögéből, úgyhogy ezt hanyagoltuk. Kapitány pedig félrehívja, elmondja az embernek, vagy az illetőnek, amit
szeretne, aztán mindenki érti, hogy mi van, úgyhogy ő nem kerte. Gyuri bácsi és csapata Nyírlugosról üdvözölt téged, jött SMS-ben. Ilyen elképesztő, fölrobbant az SMS fal. A VB selejtezőt kérdezik nagyon sokan, hogy ugye nyilván erről most így nehéz mit mondani, de ez a következő nagy falat, aminek az EB ismeretében akár esélye lehet neki futni. Hát annyiból nehezebb azért, hogy itt csak az elsők jutnak tovább, valamint egy legjobb második, azt hiszem, hogyha nem tévedek. Hát azért valamint a csoportunk se, attól függetlenül, hogy van benne könnyű, de egy portugál Svájc lett Andorra. Ezek azért oké, hogy úgy hangzanak, hogy mögöttünk vannak, de azért nem olyan egyszerű, főleg most, hogy szeptemberben megyünk Ferreőre megint, ami olyan körülmények, hogy az tényleg futballra semmilyen szinten nem emlékeztet. Tényleg, Liba legelő? Műfű, és ugye szeptemberben már mínuszok vannak. Ne, a műfűbet locsolják meccs előtt mínuszba, tehát az nagyon-nagyon kemény meccs volt. Úgyhogy így ilyenek vannak, de viszont a sorsolásunk az jó, és most persze, ha lehet ennyire így belemenni, és miért ne lennénk pozitív, akkor azt mondom, a négy meccsből az elején lehetne hozni mindet, tehát egy nagyon jó rajtunk is lehetne, hogy úgy forduljunk neki az új évnek, úgyhogy hát meglátjuk, hogy a csapat mennyire, meg hogyan, meg sérülések, hogy ki hogyan kezdi meg a szezon, de hát az még azt mondom, sajnáljuk is, hogy messze van. Persze, meg oké, meg hát ugye a VB selejtező ez egy dolog, de négy év múlva viszont EB itthon. Azért az is egy nagy dolog, nem? Hát az a legnagyobb. Az a legnagyobb, mert ugye négy év múlva itt tartunk majd, hogy nagyon akár remélem. Még egyszer átélhetjük. Hát én nagyon remélem, ugye akikkel nekem vannak régi csapattársaim, meg akikkel akár együtt is vagyok, és ők nekik megadhatott, hogy játszottak VB-n, ők azt mondják, hogy sokkal nagyobb élmény és sokkal jobb egy elmén, mint egy VB-n. Most itt mondták, hogy Brazília se volt az igazi, eleve a helyek, a hotelek, a szállások, tehát az, hogy tényleg mindenüket ellopják, ugye nem olyan a biztonsági érzetük, meg eleve Európában közelebb a szurkolók is jobban eljutnak, tehát egy VB ebből a szempontból azért nyilván másabb, de azért most az Oroszországban lesz, tehát azért egy picivel közelebb. Meglátjuk, hát én nagyon remélem, hogy tényleg ez egy kezdet volt, és nem pedig megint egy óriási 50 év, 40 év szünet. A fiam 4 éves múlt a kedvence, Gyuri azt mondta, jobb lesz, mint ő, Laci. Laci küldte nekünk. Hajdubés verset hallottad, amit a Hajdubéért? Meghallgattad? Persze, hogy ne. Meg is kaptam, persze, hogyne. Szenzációs volt. Kérdezi egy hallgató, hogy egyetlen egy csapatot választhatnál most. Mondjuk, tételezzünk fel egy olyan helyzetet, hogy minden, a világ összes csapatában van ajánlatod. Hova mennél szíved szerint? Leírják a két kapucsinót. Hogy játszunk el, csak egy kicsit nyilván teoretikus a kérdés, ha most egyet választhatnál, hogy a spanyol ligából, a Bundesligából egy valakit, akkor kihez mennél szíved szerint? Hát a spanyol, akkor maradok én is a Barszánál. Hát Barsza? Evidens, persze. Számomra evidens, de nyilván bármelyik. Tehát most azt mondom, hogy hozzák a papírt, aztán ezen nem fog múlni. Gyorsan oda bígyeztünk egy szignót a szerződésre. De érdekes dolog, attól függetlenül, és most nem ez a megint ez a hazabeszéd, viszont mindig azt beszéljük, hogy most is, ahogy beszéltünk, jöttünk haza a repülőn, hogy mennyire jó lenne, hogyha jó, nyilván ez úgymond valami szinten lehetetlen, de hogy itthon megadatna, hogy oké, valaki azt mondja, oké, gyerekek, mind a 23 játékos haza, és itthon folytatja mindenki, és bele a BL-be, és itthon átélni ezt, és mindenki szurkolóktól kezdve tényleg hétről hétre láthassa a csapatot. Nyilván ez más, de sokan szeretnénk itthon játszani, attól függetlenül. 9 éves Krisztián kérdezi, hogy lehet-e veletek valahol találkozni, lesz-e még valami fórum, ahol visznek benneteket együtt, közönség találkozó, vagy ennek most már vége, megy vissza mindenki, és kezdődik a munka? Hát ugye sokan már is kezdték, tehát ugye a magyarok már kezdték a felkészülést, valakinek Európa Liga, Bajnokok Liga selejtező, úgyhogy szerintem már csak szinte a külföldiek vannak, akiknek ugye megadatik, hogy még pihenhetünk. A többieknek azt hiszem a fradisták kaptak hétfőig, talán a Juhászról a videótomból szombatig, úgyhogy itt már akkor nincs. A többiek szerintem. Szerintem így nagyon most nem lesz. Jött egy másik SMS, bár csak nekünk lenne ilyen balosunk. Üdvözlettel, Gyurcsány Ferenc. És tátkarokkal válnak a puskásak a Deniás cél. Egy nagyon fontos kérdés. A Kleinheisler Laci hogy ejti a nevét? Így. Na, jó van, elsőre, meg is vagyunk. Elsőre bemondtad. Mondtad Z-vel? Kleinheisler. Mert hogy négyen négyféleképpen. Tehát aki megszólalt és kimondta, valaki meg valaki csak mondta, a Lacinál alapba. Már nem is próbálkozott, hanem mindenki másképp. Na, hát ez külföldön pláne. Hát én ugyanebben a szituáció vagyok, úgyhogy. Egy mi utolsó. Volt a legjobb, ahogy ejtetik a nevedet? Dudák. Dudák? Dudák. 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 Dudák
kint cuci vagyok most Törökországban, D nélkül. Cuci. Így, de az a kommentátorok ezt mondják? Amikor... Hát ki, hogy ha meg a csapatban is. Tehát az edzők, mindenkinek cuci. Felírják a kezdőt, vagy épp a keretet, akkor C-be. Tehát négybe cuci. És akkor kezdem, hogy ő ki. Hát, hogy náluk nincsen J, nincsen D, úgyhogy na mi van, akkor cuci. Azt mondja, hogy a Vironak mit és milyen nyelven mondtok, mikor nem értetek vele egyet. Ez egy jó kérdés, ezen én szoktam gondolkozni. Ugye egyrészt biztos, hogy mindenki úgy beszél angolul, kettő, hogy a saját nyelvén az ember azért hirtelen felindulásban sokkal gyorsabban, jobban tudja elmondani, hogy miért nem volt lesz, vagy mi volt, vagy miért nem volt. Ez van is ez a magyar varázs szó, ez megvan. Ugye én sem vagyok rá néha büszke, ugye a filmben is ugye ez lehetett hallani. Igen, igen. De ez többnyire a pályán is előfordul. Aztán elmondod, kidőnköd magad magyarul, és utána folytatod, hogy come on, meg tudod. Tehát az a nagyon szép akarsz lenni, tudod. De nem, hát ezt mindenki kéli magát, és onnantól kezdve meg ugye mondja mindig angolul a, éppen a hevébe, ahogy ezt szeretné. Ahogy jön. Na, itt van a mez, akkor aláíratjuk? Már megtörtént aláírás. Körülbelül 3 hetet tesszük inkább a hallgatóinkat egy Zsuzsák mezzel, úgyhogy most már, ha itt vagy, akkor alá is írjuk, de ma már akkor ezt tényleg kisorsak. Ha még nem vitték el. Jól van, Balázs, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük az egész csapatnak, és tényleg mi erről sokat beszéltünk, hogy jó volt ezt átélni. Jó volt átélni általatok, a magyar szurkolók által, a magyar közönség által, mert tényleg valamilyen egység volt most ebben az országban, ami hosszú-hosszú évek óta nem volt. És amilyen vonulás volt, amilyen drukkolás volt, amilyen hangulat volt ebben az országban, azért megérte. Még nekünk is, akik egyébként nem foci értők és foci kedvelők, de valami hihetetlen hangulat és hihetetlen egység. Ebben egy picit át tudunk magunknak menteni a hétköznapokra, akkor az nagyon jó lenne. Én még pont ma reggel is láttam visszapillantóra szerelt magyar zászlót, ilyen kis hálót, amit ráhúznak. És ezt valahogy annyira jó volt látni, és annyira jó volt érezni, hogy erről mi sokat beszéltünk itt a rádióban, egy komplett generáció nőtt úgy föl, hogy nem tudta, hogy ez milyen. Amikor más foci nemzetek az utcára vonulnak ünnepelni, csak irigykedve néztük őket. És ezt megélni, látni, tapasztalni, ez fantasztikus. Úgyhogy ezért szerintem mindenki nagyon hálás lehet neked, nektek, az egész csapatnak. Igen, hát köszönjük szépen mi is, ez hogy fantasztikus. Így a csapathoz, meg így jártatok ti is, ugye, ahogy te is elmondtad, mint laikusként, úgyhogy nekünk már, ha azt nézzük, nyilván az továbbjutás is óriási dolog volt, de én azt mondom, hogy tényleg ezt egy nemzetre kell lefordítani, tehát sokkal jobb volt azt úgy fölkelni, hogy mindenki vidám és azokat a videókat kapjuk, meg azt, hogy mindenki büszkén viseli azt, meg mondja azt, hogy ő magyar, úgyhogy legyen nagyon az a világon. Ez egy felbecsületetlen érzés az, hogy a hétköznapokban látsz most egy embert, aki egy magyar zászlót lobogtat, akkor arról nem a politika jut az eszedbe meg a megosztottság, hanem az, hogy sikerünk volt. Igen, és ez nagyon, nagyon kell neked. Ki nyeri az EB-t, kérdezik sokan szerinted? Szerintem olasz. Olaszország? Igen, olasz-francia döntő lesz szerintem. Ha nem, most nem mondtam érséget, mert lehet, hogy egy ágon vannak. Csak az nincs a belgák. Rohadjál meg a belgák! Balázs, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Szépen, köszönjük. Köszönjük, csáó. Köszönjük szépen Zsuzsák Balázsnak! Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show a Klassz FM-en.